A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kidett az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Dél-Afrikában vagyunk, ha valaki esetleg nem tudná, körülbelül mennyi? 8500-9000 kilométer, ami drága, kicsi hazánktól. Honvágyunk? Posz 200-300. Igen. Honvágyunk jelen pillanatban még nincs, majd lesz nyilván, mert hogy elég sok időt töltünk itt. És hát ahogy a dolgok állnak jelen pillanatban, a következő 6-8 hetet az egészen biztos, hogy itt töltjük. Na, megyek, megölöm magam. Hát legalábbis. Úgyhogy itt leszünk, mi már Janival egy csomó élményen túl vagyunk, majd szépen fokozatosan adagoljuk ezeket, nem akarunk most senkire semmit rázúdítani. Most zene. Kicsit több lesz a zene most. Úgyhogy hát igen, teljesen más világ, amiben vagyunk, teljesen más szokásokkal, más emberekkel, az egészhez azért egy kicsi, hogy is mondjam, átállás szükséges. Babutú, nem most, nem kell több Balán. Őt Babutúnak hívják, nem is tudtam, hogy ilyenben vagytok. Úgyhogy maga a világ az nagyon-nagyon érdekes, de ahogy mondtuk egyébként nyilván már, illetve még Budapesten, ugye, hogy az adás az nem arról fog szólni, ami itt történik. Tehát tulajdonképpen kicsit számunkra talán szürreális módon, de magyar közlekedési hírekkel, budapesti közlekedési hírekkel, otthon történt dolgokkal próbálunk foglalkozni. Na mondj már egy Lánchidat, vagy valamit, nincs az esemény. Kérlek szépen, M1-es, M7-es bevezető, három betűs kúton befelé mosolyogni a drága fotókért cserébe. Köszönöm, újra otthon vagyok. Gyerekek, ez a helyzet. Mondtuk is egyikben tegnap, hogy hol van ez az M1? Hogyha nem Klassz FM from Nelspruit stúdió lenne, akkor a Stargate stúdió nevet kellene adni a kis mostani kis helyünknek, mert hogy gyakorlatilag olyan, hogy az SMS falon keresztül minket visszaránt térben, ha időben nem is, mert hogy ugye nincsen időeletoldás, de térben visszaránt minket Magyarországra. És már alig vártam az M1, M2-ről, a bevezetőkről, az elkerülőkről, hogy az Egér út az dugul-e, vagy pedig, hogy a Hungárián van-e torlódás, és az Ürömi körforgalomban van-e valami változás, vagy sem. Mindenre rámegyünk. Illetve, hogy mi a helyzet a lőrinciekkel. Mindenre rámegyünk. Ugye az alázenénk is megváltozott, gyerekek. Hát itt muszáj változtatni, kellemes kis afrikai kis kongászene. Úgyhogy, hát igen, megérkeztünk. Köszönjük szépen egyébként ezúton is a Three Panthers konga csapatnak, akik itt vannak bent velünk a stúdióban, és végigtolni fogják velünk 6-7 hétre. Illetve a kertben zenélnek és felhaladszik. Igen, egészen pontosan. Megérkeztünk, mi mióta vagyunk itt? 3 napja, 4 napja tulajdonképpen? Mi csütörtökön érkeztetek. Csütörtökön reggel vagy délelőtt érkeztünk, szálltunk le meglehetősen borús időben. Egyébként nem, hogy utána nézzünk, hogy Pesten milyen idő van jelen pillanatban, masszívan felhős az ég, és a Nelson Mandela sugár úton egyébként kiválóan lehet haladni. Senki nincs sehol. Igen, senki nincsen sehol. De aztán, amikor itt hát így belevág a napsütés, akkor viszont nincs könyörület. Akkor nincs könyörület, 30-37 fokra is felmegy a hőmérséklet, és állítólag ilyen UV-10, UV-11-ek ijeszgetnek bennünket, jelentsen ez bármit, óra és romáix. Én UV-10-et mértem tegnap az arcomon. De az van is krémet 10-re, vagy csak 11-re? Nem, az igazság, hogy én mindenből olyat hoztam el, amiből volt otthon felbontott, és ezért a gyereknek a naptejét hoztam el. Az látszik, és egyébként mert bronzosodik a homlok, nem elég kemény. Igen, kérdezi egy hallgató, hogy nem kaptunk-e még maláriát. Én azonban én nem tudom, nem érzem, mert hogy annyira ráz már a hideg, hogy semmit nem érzek. És halálfélelmet van. Így van. Gyerekek, nincs, az egész egy kicsit túl van lihegve, vagy túl volt tulajdonképpen, ahol mi vagyunk jelen pillanatban, hogy nem, hogy malária nincs, itt még a szúnyogok sincsenek. Itt csak kolera van. Az egy teljesen más terület, ahol malária. Igen, itt csak fekete mambák vannak a kertben, egyébként nem kevés. De nincs nagyobb malária, úgyhogy nem is szedjük. Te szeded tényleg? De hogy szedem, elszórakozom. A stábból még nem hallottam olyan embert, aki szedné egyébként. Az meg az, ami az én májam. Hát érted. Ja, hát hova ránéz a malárilla gyógyszer, az, hogy hagyjál már. De ezt már hova károsítsam. Én amit betettem, az a pálinka, meg a kolbász, ott van fönn a szobában, érted, ha baj van, jöhettek, és a pálinkából kell bevenni reggel, meg este egy ilyen kis beengedtek kaját tényleg? És nem kérdeztem, hogy hozhatom-e, csak szépen összeraktam a bőröndöt. Szerintem nem néztek semmit, figyeljetek, most nem. Őszintén, hát emlékezzetek, hogy átmentünk hány ilyen kapun. Miután kiléptünk Magyarországról, így mindenki legyintett, már Kairóban is így elnézett a csávó, és besétált nálam ez a detektoros kapu, magamon hagytam az övemet, és annak fém a csatja elkezdett üvölteni. Na szokott, igen. A csávó így rám nézett, és visszafordult, aludt. Menjen tovább. Még egyszer, nem megyek a sítre, nem megyek a sítre, kiabálta Feri.
Na, csak hogy egy-két mondat többek között, például tényleg a Johannesburgi reptérről, ahol ijeszgettek bennünket, ugye, hogy vigyázni kell mindenfélére. Következő történik, leszáll az ember ugye Dél-Afrikában, megérkezik, hát elég sokat kell várni a csomagra, tehát ilyenkor már eszedbe jut, hogy mégse olyan rossz az állapot otthon, mert otthon mondjuk 20 perc alatt jön meg a csomagod, itt 40 perc alatt jön meg a csomag. Nincs is ezzel baj, kimész ugye a tranzitból, belépteted magad az országba. Azért beszél egyes szám első szemében Balázs, mert én egy csomagjában igen, egy baby pórázzal oda voltam kötve hozzá, tehát ahova ment, oda mentem én. Meglehetősen mozgalmas, ugyanakkor nagyon nyugodt utunk volt. Tehát hoztad a beszállókártyákat, együtt volt az útlevél, a beszállókártyákat ne tűntél el, együtt is ültünk, szóval nagyon meg is akartalak dicsérni, hogy kifejezetten rendesen utaztál. Illetve egyszer együtt kakilt velem. Igen. A bizniszen, mikor elkezdted elcsomagolni az ételmaradékot a táskádba és az evőeszközöket, azon picit meglepődtem, de a stewardess. Nem ért az öltözetem alapján, hogy melyik társadalmi réteghez tartozom. Megmondtad egyébként, hogy ki van fizetve, nem? Fura volt, hogy elraktad a műanyagkét, és a műanyagvillát is, ehhez nem voltam hozzászokva, de nem majd. Na mindegy, hogy kiléptünk a Johannesburgi reptérnek a kapuján, és hogy az egyik termináról át kell menni a másikra. És megtörtént az, amivel bennünket ijeszgettek, hogy odajött három. Ilyen egészen furán, nem annyira jól öltözött, ám de nagyon furán beszél, az angolt legalábbis furán beszélő emberke, hogy hova megyünk, mutassuk meg a következő beszállókártyánkat. Mutatom a beszállókártyát, hogy hát szállnánk át. Nem, bocsánat, az enyémet mutattad meg, mert a tiéd az biztonságos helyre el volt éve. Kiveszi az enyémből, az én kezemből a beszállókártyát, és oda is adja. Nem, oda nyújtja. Oda nyújtja. Rutinos vagyok, oda nyújtom. Mondja, hogy persze, ő tudja, hol kell átszállni, majd ő viszi a csomagokat. Majd ő segít nekünk. És itt jutott eszembe a figyelmeztetés, hogy ezek az emberek egyébként hamis igazolvánnyal a nyakukban, amit nem tudom honnan szereznek, eljátszák, hogy elviszik a te csomagodat a következő beszálló vagy becsekkoló kapuig, a South African Airlines-nak a kapujáig. És tényleg elviszik, csak nem oda. Ami arról szól, hogy nem tudom, hogy oldják meg, hogy valószínűleg lefizetik egyébként az ott áldogáló rendőrt, aki 10 méter állt, és az egészet végignézte, és nem foglalkozott vele. Ha gyanútlan turista vagy, akkor fogják a csomagodat és elveszik. És elviszik, kimennek vele az exit kiáraton, kimennek, berakják a taxiba, a büdös életben nem látod többet a csomagodat, és te állsz ugye a becsekkolásnál, és semmi nem jön meg. Csak vársz. De ezek az emberek pedig gyanútlanul ugye átadják a csomagot. Azért zseniális a dolog. Elképesztően csinálják. Azért zseniális, mert te fölszállsz a gépre, hiszen azt gondolod, hogy a csomagodat ő már betette a gépbe. Igen. Fölszállsz, leszállsz valahol, és ott fogsz állni, és várod a de csomagot. Mivel, soha nem jön meg. De mivel valójában ez csak egy hipotézis volt, mert nem tudtuk biztosan, hogy ez lesz a következmény, ezért Balázs odaadta nekik a csomagomat, nézzük meg, hogy mi lesz a sors. Mondom, Jani, mi itt rádiósok vagyunk, nekünk be kell számolni arról, hogy mi történik, adjuk oda a csomagodat, és nézzük meg, hogy valójában ellopják-e. Nem hülyíthetjük a hallgatókat, mindenféle fals információk alatt, csak oda a bácsinak szépen a csomagot. Bizony. Úgyhogy nem mondtam nekik, hogy köszönjük szépen, erre most nem tartunk igényt. Ezeket a kis nyakba akasztós, ezeket a badge dolgokat, ezeket meg kellett volna nézni, hogy mi van rajta. És utak mondtam, hogy de hülyék vagyunk, hogy nem kértük el, hogy mutasd már baráta, hogy mi van, hogy odaadta-e volna, vagy megnézhettük volna, vagy engedte azt, hogy megnézzük, de nem. Igazából az elfelejtett. Vannak ez egyébként ilyen rendes emberek is. Vannak. Ilyen portás feliratú ízében vannak, és nyilván egy olyat szereztek, és ezt lemásolták. Hát meddig tart egy grafikusnak csinálni egy ilyen ízét, hogy a Johannesburgi híres fénymásoló üzemek. Tudod? Igen, tehát akkor gyanút foghatunk volna, amikor közelebből nézve észleltük, hogy fából van faragva a passz. Igen. akkor már lehet, hogy kellett volna gyanakodni. Na mindegy, úgyhogy. Hát elképesztő volt a helyi járat, amivel jöttünk, ugye, az is hihetetlen. Miért? Nagyon jó volt. Hát azt mondom, hogy döbbenet. Hát azt mondom, hogy elképesztő jó volt. Olyan volt a hangodban, hogy... Nem, hát imádtuk. Konkrétan olyan volt, mint egy ilyen private jet, ugye, egy ilyen tízüléses kis lélekvesztő, amivel te felszállsz a Johannesburgi reptéren, majd még repülsz Nelspritig így laza 50 percet. Következő történt, ülünk egyes sorokban az ablaknál, János előttem, vagy mögöttem, és ülnek ketten jobb oldalon. Jön a Stewie, nagyon helyes egyébként. Csajci, és mondja, hogy legyen szíves ez a két ember, aki mellettem ül, átülni hátra, mert ott jobb. Fészkelődnek, ők sértik, hátra mennek, hát mondom azért én ráfizetok, megkérdezem a Stewardess, hogy még kellett nekik átülni. Azt mondta, hogy jobb a súlyelosztása a gépnek, mert úgy fel tudsz szállni. Mondom, ez nagyon jól hangzik. Abszolút így van. Ez nagyon jól hangzik, mondom, akkor, és mit jó helyen vagy, mondjam, maradjunk nyugodtan, csak őket kettőket kellett, mert hátraülnek, akkor előbb felemelkedik a gép. Mondom, Jani. Nem biztos, hogy jó helyen vagyunk. De milyen kis gép, nagyon nem? Nagyon jó volt. Az életem legjobb repülési élménye. Én már mentem mindenféle géppel, kicsivel, naggyal, de ez olyan tényleg az volt, hogy egy kicsit ilyen nagyképű volt, hogy bemész a magánjetedbe. Most nyilván ahhoz túl sok ülés volt, valamint azt szerintem kitette a Viki tegnap a Facebookra, tehát méretileg a gép az úgy néz ki, hogy vannak, akiknek jó ez a gép, és vannak, akiknek nem jó ez a gép. Ez voltam én. Az első, hogy felléptem, mert a gyönyörű
színesbőrű stewardess lány szemeibe egy kicsit én beleszerettem ott rögtön, ezért nem figyeltem, hogy hova nézek, és így homloktájon levettem a izét, a felső bőröntartót, ezzel kezdődött, majd én úgy tudtam benne állni, hogy így gyakorlatilag 90 fokba így meghajtottam a fejemet. Láttam a képeket. Úgyhogy ehhez képest nem volt nagy, de a repülés meg nagyon jó, és a mi pilótánk az zsivány volt, amikor leszálltunk, mert gyakorlatilag olyan repülést mutatott be, aki kedves utasoknak, hogy ott néhányan így megmarkolták a karfát, és... Igen. Hapszín, ezt rögt, basszus, vissza kell fordulni. Körülbelül így, és a csávó olyat borított, én imádtam, nagyon jó volt. Ott láttam, hogy elsápadó utasok voltak, de mondom, még egy kört, főnök, menjünk! De hát aztán nem, leszálltunk sajnos. A stewardess lány egyébként tényleg nagyon-nagyon helyes volt. Én mondjuk a magasságomból kifolyólag a seggébe szerettem bele, és nem pedig a szemébe, és ezt nem láttam. Nem biztos, hogy ugyanazt láttuk akkor, mert egy, milyen kis egy sudár gazellater. Alacsony volt? Hozzád képest. Hát mondjuk az is igaz, de ő legalább elfért a gépben. Igen, aranyos, aranyos volt. Csak hát mondott néha ilyen meglepő dolgokat. Igen. Egyébként, igen. Na mindegy, szóval a lényeg, drága hallgatók, hogy itt vagyunk. Veletek vagyunk, és természetesen próbálunk mindenkit a lehető folyamatosabb módon ébreszteni, megmaradnak a játékaink, megmaradnak a témáink, természetesen vendégeink is lesznek ugyanúgy, többek között például holnap, hát Tibi nélkül nem lehet kedd. Jön a kasza. Jön. Csak még ide kell érni. Kedden leszáll, lenyomja az adást, szerdán megy haza, és igen, pénteken újraindul. Takarékossági okokból busszal érkezik, tehát a múlt hét kedden ő már elindul. Egyszer csak itt lesz. Egyébként ki nem mertük megmondani. Nagyon irigy két dologra is. Egyrészt, hogy ti nézhető televízió műsort csináltok. Azt megértem. Az ő esetében láttam a nézettséget szegény. Másik meg, hogy itt vagyunk. De nincsen mérhető nézettsége, hogy láttad? Ne legyetek már ilyenek. Fúj. Ne, holnap megmondom a Tibinek, hogy az a műsor, amit csinál, az akár jó is lehetne. Hallgat bennünket, mert most megy kaszasóra, nekem már írt, igen. Most megy, és jelen pillanatban hallgat minket. Szegény Tibi, ne okolja magát, jó. Nem rajta ment el ez a dolog. Ismered a mondást, Tibi, járt utat, jár akarja, el ne hagy. Tibi, drága, tök jó vagy abban a műsorban, az nem rajtad ment igen. El. Az nem miattad rossz. Igen, de szeretünk, és holnap hívjuk természetesen. A Tibiken, sőt olyannyira, hogy csütörtökön, ugyanúgy, mint mindig, jön Mr. Puliszka, és természetesen elmondja, hogy mit tegyünk, és mit ne együnk. Itt egy kicsit zavarosabb a dolog, szóval itt azért ő nem tud nagyon ránk figyelni. Ne ígyunk össze-vissza minden félét, mamaját, papajába. Szerintem ő mellettem az elmúlt 3 napban agyérgörcsöt kapott volna, tehát én vagyok az, aki konkrétan első nap megnéztem, mi ez, csapvíz biztosítható, tehát aha. Így indítottam. Igen, miután ittál belőle. Felmerült a gondolat a fejébe. Mire megittem egy fél liter, így ez a csapból jött. Na mindegy, most már mindegy. Gyerekek, én mindent megeszem, mindent megiszom, mindent megkóstolok, mindenbe beleeszem, mások ételébe, ugyanúgy, mint eddig, természetesen. De hogy itt megint ment a rémizgetés, meg az ijeszgetés, hogy ez mi, meg vigyázzál, meg vossák kezet, meg nem tudom, nyilván kell, de hogy önmagában egyébként semmivel semmi gond, egyelőre, lekopogom. De tényleg, tehát, hogy a forgatási helyszíneken is beleeszem mindenbe, még olyanba is, ami nem az én asztalomban is, és rajta van, hogy nyeljünk hozzá, de nem így van. Tehát, valószínűleg mi azért kivételezett helyzetben vagyunk itt, szóval azt hozzá kell tegyük, hogy amennyire rinyáltunk az egésztől, egyelőre annyira pont a másik oldala jön. Abszolút, így van. Úgyhogy ez valószínűleg itt a szállodában azért vigyáznak ránk. Lehet, hogyha 2 utcával arrébb próbálkoznál ezzel a vízivással, akkor egyrészt elkapnának a helyiek, másrészt meg az nem lenne olyan. Csak mondom, a helyi szupermarketben, vagy hipermarketben, ahova nekem van kártyám, de nem mondom a nevüket, mert nem szponzorálják a műsort. Már van kártya. Igen, de még nem késő. Keressék meg a szélszünket. 3-szor annyi termék van, mint az otthoni verziójában. Akkora árumbőség van bent, hogy ez valami megdöbbentő. Igen, és aztán kijössz, és 10 perc múlva ott egy olyan nyomornegyed, amit egyébként nem hiszel el. Audi TT kupéval állnak be a bevásárlóközpontba, de közben egyébként, ha átjössz egyedül, mondjuk az edzőteremből a szállodáig, vagy egy messzebb lévő szupermarketig, akkor azt még 6 után nem ajánlják, mert 3-an körbeállnak, és konkrétan kirabolnak. Tehát olyan kettőség van ebben az országban, ami nyilván máshol is, azért Afrikában pláne, meg Ázsiában, de az ember európai szemmel, nyugati szemmel azért ezzel nem találkozik. Hogy van egy kicsi réteg, aki eltartja például ezt a vásárlóközpontot, és 10 percre itt a város szélén egy akkora nyomornegyed, csinálom majd róla fotókat, egyébként megdöbbentő. Hát csak mondom, hogy hárman mentünk be, első körben hárman mentünk be, ugye a mi zseniális műszaki igazgatónk Gyugyó, Balázs és én mentünk be, ugye a hipermarketbe. Gyugyó megvette a magának kis 10 literes ballonját, amivel a gyümölcslé mennyiséget fel tudta egy kicsit turbozni, és el tudott vele jutni még az autóig, hogy ott a
pár tartalékban meglévő szintén 10 literes ballont elfogyassza. Balázs gyakorlatilag semmit nem csinál, csak lófrát, én pedig fotóztam az árukat. Hát jó, ilyet se láttak azért még ott. Jó, mondjuk te beteg vagy ebből a szempontból. Tehát egy szénsavas üdítőitalt, ami gyömbéres, 6 helyről körbefotózott. Tehát Bali, 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 nézd, gyömbéres üdítő. Menj már tovább, Jan. Igen, jó, gyömbéres, igen, citromos. Hallod, Bali, Bali, de nézd meg! Hát zéró, cukormentes és ananászos. Vaníliás kóla, öcsém, gyere már! Tehát körül a Jani onnan indult, hogy nézd már, mozog az ajtó, mondom, Jani, fotocella. Tehát, hogy a te inger küszöböd azért egy picit más, mint az enyém, mert érted, tehát nem voltál sokat, és ezzel nincs mozgó, is baj. Mozgó, lépcső, nem csak csúszós. Nem voltál sokat, ez nem baj, de hogy szénsavas, gyömbéres üdítőnek ennyi örülni, és fotózni, és csinálj rólam fotót, csinálj egy fotót, csinálj egyedül az üdítőről fotót. Ugye olyanok voltak, mint az árukpelbe, végigfotóztuk az árukészletet. Uh-huh. Szóval, már egy 1 terabájtos külső Winchester megtelt fotókkal, pedig még csak 3 napja vagyok. Ugye minden, tehát bejönnek takarítani, fotózod, lemegyünk az étterembe, fotózod, kilépünk, van egy sáska, fotózod, beszállunk a buszba, fotózod, iszunk egy pohár üdítőt, fotózod. Sorry, duet, selfie, please. tehát, hogy elképesztő egyébként, amit te művelsz, de nem, legalább lesz archívod, szóval, hogy ne törődj. Aha, hogy ne törődj vele. Minden percet dokumentálod. Ideg téli éjszakákon lapozgatod a telefonodon, jó lesz. Igen. Na, nagyon sok mesélni valunk van, még meg nagyon érdekes hely egyébként ez a Dél-Afrika, úgyhogy majd szépen csöpögtetjük az információt, nem akarunk mindenkire mindent rázódítani, a kirakat feliratokon keresztül a különböző dolgokig, amik itt lehet látni, tényleg nap mint nap az ember annyi impulzust kap, hogy erről bőven lehet mesélni. Úgyhogy mesélünk majd természetesen. Hallom, George Clooney-nak hívtak a repülőn, tényleg? Egy nagyon ezt kedves, meleg csávó egy vaknéni. Nem, várjál, ez melyiken volt? Ez a Budapest Kairón volt. Budapest Kairón. Kinézett egy George helyes, Clooney-nak. Egy nagyon helyes, meleg stewardess. Tehát egy, ja, egy, jó, hát... Hát most, az ezeket nem mindegy, az most mi bajod van? Hát most mindegy, hogy ki mondja, érted, ezt mondta, és mondta, hogy valahonnan ismerlek, mondtam, hogy nem hiszem, hogy összefutottunk valahol, de hogy egy híres sztárra én hasonlítok, és akkor Benke Laci bácsi. Oh, igen, mondtam én ugye? Is. Leslie Benke. Én is ezt mondtam, de egyébként csak ő lehet az, és utána visszasunyogott, de nyilvánvaló valamit akart, mert az ölembe ült a gépen, nem hiszed el, ölembe ült. Ne. Halálkom olyan, hogy szelfizzünk, hogy közös fotó, azt Juvi. Miért csinálnak? Nem tudom, én se értettem, és akkor lefotóztam magunkat, kezet fogtunk, így fogott kezet, mint a hal, nagyon aranyos volt, majd még a Zsült megkérte, hogy ő is fotózzon le bennünket. És kaptam egy extra mangó hidat. Egy extra adag ginát, amivel aztán elvitt hátra a WC-be, és csúnya. Nem bírt volna. És csúnya, és végig George-ozott. Igen, tehát végig George-ozott, George. És mindig, amikor elment mellettem a kis tolikocsijával, akkor aranyosan így egy ilyen félkacsintást lenyomott. Úgyhogy valószínűleg akart valamit, de nem voltam nyitott, meg rövid volt az út Kairóig, és akkor kihagytam. Anna írja egyébként, hogy ő mondta először neked, hogy te vagy a magyar George Clooney. Tehát mert ő hazudik közülünk a legjobban, ezért mondta így először. Van, de akkor mi történt, hogy ez a fiú hallgatta azt az adást? Igen, Anna már jogdíjat akar szedni, mert ő ezt levédette. Azt mondtam, ő mondta először, hogy te vagy a George Clooney. Ha még egy ember mondja, akkor viszont nem tudom, elmegy a dublőrnek. Hát, én biztatnálok. Hajrá. Na, nézzünk gyorsan egy-két SMS, mielőtt belevágnánk a hírekbe. Bali, 4 hét múlva térjünk vissza a mindent megkóstolsz, amikor a lappangási idő is eltelt. Egyébként igen, köz Niki. Igen. Azt mondja, hogy 4 telefont, 3 fülhallgatót hoztam magammal, hogy le ne maradjak az adásról. Nagyon szeretnék játszani valamit, vigyázzatok magatokra, ezt Andis küldte nekünk. Azt mondja, hogy a bantuk csörömpölését állítsátok már le. Gyula kérdezi, vagy Gyula írja nekünk. Igen, hát ez a kis alázenénk. Azt mondja, hogy rendesek vagytok, hogy innen is ébresztetek bennünket, becsülünk benneteket, nagyon írja nekünk egy hallgató. Lánchíd, tuti, 2 kukás autó feltart, írja Csoki. Csak hogy tud, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen. A Lánchíd. Nem kaptatok még maláriát? Kérdezi valaki. Nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Annak van egy lappangási ideje. Így van. Tehát effektíve előfordult az is, hogyha a szélsőségbe gondolkodunk, gyakorlatilag mindannyian maláriások vagyunk már itt a szobában. Azon a fertőző a malária így egymás között? Ha már mindannyian azok vagyunk, akkor mindegy, de ha csak te. Nem. Jó. Meg nekem úgyis gyerek maláriám van. De honnan tudjuk, hogy nem fertőző? Miért van az, akkor mindenkit elkülöntenek, aki hazajön a Szent Lászlóba és maláriás? Mert az ebola, uh-huh. Tudod? Ja, hát... Nem, mert erre is futja a magyar egészségügynek. Ja, hogy elkülönítsék? Így van. Azok külön szobák, az nem azért van, mert ilyen beteg vagy, hanem azért, mert megtehetik.
tegnap előtt forgattunk, és mondta a sminkes lány, hogy lázas, és mindezt így egy centire tőlem, miközben sminkelt, mondom. Köszi. Egy angol IT viscsaj, mondom, hát ez most nem volt annyira jó hír, mondom, hogy ezt így, mert ma meg tegnap találkoztam, vagy kérdeztem, hogy jobban vagy, mondom, semmi, már sokkal jobban, kapott gyógyszer. Mondom, de jó reggel, úgy keltem föl, hogy néztem magam, tudod, hogy érzek valamit. Néha egy-egy valaki, így a stáb úgy feltűnik, hogy van igen. valami baj, de semmi, oda semmi. Oda megy bele kapaszkodik ruhádba, és azt mondja, help me, help me. Fura volt, mert vérzett az óra és a füle. Igen. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Egy érdekes témára bukantunk, amiben már bele is vágunk. Rasszista előítéletre figyelmeztet az egyik elektronikus portál, mert szerintük a Tom és Jerry rajzfilm rasszista előítéleteken mutatja be a fekete házvezetőnőt, és kiderült, hogy most már egyébként odaírják a Tom és Jerry részek elé, hogy hát bizony vigyázni kell, mert hogy ugye hát tartalmazhat, vagy tartalmaz rasszista elemeket. Ugye ott volt ez a fekete házvezetőnő, ha emlékeztek rá, akinek igen. soha nem mutatták az arcát. Így van, csak ugye? Melltől lefelé láttam. Bizony, aki számomra az egyik legszimpatikusabb szereplője volt a sorozatnak, hiszen rend a lelke mindennek alapon. Gyakorlatilag ő csak akkor került konfliktusba a két főszereplővel, amikor valamiféle zűrt csináltak a lakásba. Nekem ő tökéletesebb jött. Én nem éreztem ezt, hogy bármilyen szinten is alacsonyabb rendű lenne, mint a másik két főszereplő, sőt. Szerintem egyébként a táplálkozási lánc csúcsában ő állt legfölül. De mitől lenne ez akkor rasszista? Színes bőrű volt. De hát ő terrorizálta az állatokat, nem őt terrorizálták, nem? Nem a házvezetőnő. Ő terrorizálta a macskát állandóan. Már abból a szempontból, hogy a macska rosszat csinált. Amikor balhéztak, akkor mindig rendetlenség lett a lakásba, összetörtek mindenféle dolgot, és ettől kikészült szegény házvezetőnő, illetve takarítanő, és ez tökéletesen értett. Tehát akkor azért rasszista ez a sorozat, mert ugye a macska meg az egér ugráltatta a házvezetőnőt, aki egyébként fekete volt, és ezért állandóan csinálnia kellett, és a fekete, akkor viszont ez így rasszista, hogy egy fehér egér meg egy fehér macska ugráltatja a fekete házvezetőnőt? Ó, ez kicsit túlmutat. Nem, csak próbálom belegondolni. Egyébként ez Amerikában történt, és ugye azt írják most a Tom és Jerry epizódok előtt, hogy rasszista előítéletekre figyelmeztet. Tehát, hogy ezekkel számoljunk le, és ezeket számoljuk föl. Tehát, majd elindul a Tom és Jerry, ezt egyébként az egyik kábel szolgáltató teszi most akkurátosan minden Tom és Jerry elé, hogy rasszista előjelek vannak ebben a kis sorozatban, és mindenki figyeljen erre oda, mert hogy ők ezzel szeretnének egyébként leszámolni. Hát én meg a macska kedvelők, meg macska barátok nevében kikérem magamnak, hogy a Tomot folyamatosan hülyének állítják be. Mert hogy ő az egyébként, mint aki a rövidebbet húzza. A macska egér harcból. Ő full hülye. És én meg ezt kikérem magamnak, macskák egyáltalán nem hülyék. Nem azok, mi? Nem, így van. Nézd, mondjuk én ilyen előítéletekkel foglalkoznék, és mutatnának állandóan egy fekete, nagyfenekű, gonosz nőt, aki terrorizálja az állatokat, én is felszólalnék. Egyrészt hol a feje? Tehát nincs, hogy 300 részben egy nőnek nincsen feje, nem? Jó az ötlet, a sima bőrűnek sem mutatták. Popsi, jó, de hol vannak a mellek? Nem, a melle még látszik néha. Igen. De a melle egyébként látszik, de hogy a fejét soha nem mutattátok. Egyrészt fej nélkül mutatták ugye ezt a fekete háziasszonyt. Kettő, néhány Tom és Jerryben egyébként narancssárga a lába, tehát azért itt már vannak ilyen átvett, hamisított Tom és Jerryk, ott azért ez elég melanoma. Harisnya van. Vagy harisnya van rajta, igen, mert a karja közben nagyon fekete. De hogy, tehát én egész egyszerűen nem értem, szerintem ez túlzás, nyilván. Aha, de akkor valószínű ez van, hogy a Tom és Jerry az, aki rasszista. Aha, ők ugráltatják, igen. Ők ugráltatják. Igen. Azért ez egy komoly előítélet, nem? Hát ez nagyon komoly. Én szerintem így cirka 384 Tom és Jerryt láttam eddig életem során. És milyen a házvezetőnőt színes bőrű? Tessék. Figyelj, na, ugye. A legkevésbé se érdekelt és jutott eszembe soha, de tényleg nem, hogy itt bármiféle ilyesmi, ilyen dolog lehet a háttérben. Egyáltalán nem. Sőt, mondom, én egy picit így kikértem magamnak, hogy mindig Tom húzza a rövidebbet. A házi azt még tök szimpatikus volt. Annak ellenére, hogy sose láttuk a fejét. Igen. Hát, talán jobb is nekünk. Igen, nehéz elképzelni, igen. Azon gondolkoztam csak, hogyha ugye neki házvezetőnő volt a foglalkozása, ugye? Tehát házvezetőnő volt, takarítónő volt, ugye? Igen, és adatrögzítő, de azt nem mondták. Azt ritkán mutatok, hogy leült egy Mac-kelé, és akkor ott elkezdett adatot rögzíteni. Hogy ha még neked ilyen munkád van, és az egész onnan indult ki, hogy az Amazon azt mondta, hogy ezért rasszista elemeket tartalmazhat, és ezért felhívja mindenkinek. Ő egy harcos hölgy? Nem. Hogy ugye egy olyan munka, amivel te előítélettel rendelkezel. Tehát azt mondod, hogy a házvezetőnő, aki ráadásul fekete,
akkor ez rasszista elemeket tartalmaz. Hogy akkor nyilván mindenki fejében élnek azok a foglalkozások, amivel kapcsolatban neked van előítélete. Vagy vannak sztereotípiáid. Vagy sztereotípiáid vannak. Minden hentes dagat. Cáfold meg. Én nem láttam még sovány hentes. Van egy csomó. Ők még a kezdők. De nem is erre gondolok, hanem hogy hány olyan foglalkozás van, amit te úgy végzel, hogy az emberek többsége gondol rólad valamit. Mert szerintem baromi sok. Tehát az olyan típusú foglalkozások, ahol te neked úgy kell munkába menned, és hosszú-hosszú éveken keresztül csinálnod azt a bizonyos munkát, hogy az emberek nagy többsége határozott képpel rendelkezik arról a foglalkozásról, és gondol rólad valamit, hogy bunkó vagy, büdös vagy, hogy ápolatlan vagy, hogy neveletlen vagy, hogy úgy bánsz az emberekkel, hogy átvágod őket, hogy te biztos hazudsz. Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Hogy az emberek nagy többsége szerintem, vagy legalábbis egy jelentős többség, olyan munkát csinál, amiről a többi ember egyébként gondol valamit. És azt hiszi, hogy ha én beülök hozzá, ha elvisz akkor engem, ha tőle lesz. Megveszek valamit, vagy beülök az autójába, vagy mit tudom én, milyen foglalkozások vannak, mi majd mindjárt összeszedjük, akkor biztos, hogy ez történik velem. Így van. Nem? Ez egy érdekes dolog, és te próbálod ezt felszámolni, mert te mondjuk normálisan végzed a saját munkádat, de vannak bizonyos emberek, társaid, akik okot adnak az előítéletekre. És ha például egy 3 diplomás ember jelentkezik nálad takarítónőnek, Még szerintem a takarítónőknél még kevésbé vannak az előítéletek. De akkor arra azt is mondod, hát itt ugye a házvezetőnő az a példád van. Az igen, de nem, szerintem rájuk kevésbé lehet sztereotípiákat mondani, tehát mondok egy-két foglalkozást. Mindjárt, hogy mire gondolok. De hogy össze kéne szedni azokat a foglalkozásokat, és írjanak nekünk olyanok, akik az ő szakmájukban ezt kifejezetten érzik, hogy előítéletekkel állnak az emberek hozzájuk. A legnagyobb közhelyeket tudom mondani, de aztán mindenkinek elindul igen. Majd úgyis az agya. Hát Tibi szerint például ugye a minden benzinkutas úgy beszél, hogy De igen. De azt nem mindenki csodálkozik, hogy beáll a kútra, és egyébként teljesen normálisan beszélnek szépen artikulában, magyarul, ahogy kell. Na, szedjük akkor össze. Tehát ott vannak például ugye a portások. Bizony. Igen. Vagy a BKV ellenőr. Vagy a taxisofőr. Minden portás kiskirály. Tehát egy olyan szakmában dolgozol, ami azonnal tesznek téged valahova az emberek, és azt gondolják, hogy te egy kiskirály vagy, aki egyébként azért nem nyitott fel a sorompót, mert neked az a kis birodalmad, az a te kis portád, és te ott eljátszott, hogy akkor most te vagy a mindenható. Egyébként a portások 80%-a tulajdonképpen sajnos ilyen. Na most ebben a pillanatban esünk bele mi is az előítéletekbe, ugye, hogy ezt kimondtam, hogy a portások ilyen? Jó. Sokszor ilyenek. Vagy a BKV ellenőrök. Akikről azt gondolod, és szegények úgy dolgoznak, de közben valójában ilyenek vagy nem, hogy a BKV ellenőr büdös, szájszagú, rosszul öltözött és bunkó. És kötözködő. És kötözködő. Én más szakmákból is ismerek ilyeneket. De jó, hogy közben lehet, hogy te egy normális BKV ellenőr, és ezt hallod egy rádióműsorban, és most senkit nem akarunk megbántani, de vegyük át a sztereotípiákat, mert szerintem nagyon érdekes. Portás. Portás. A biztonsági őr, ugyanez. Figyelj. Ugyanez. Jó napot kívánok. Hol lesz a sét, a belépőkártyát kérném szépen. Félfogadás. Minden hétfőn, szerdán és pénteken. És látod rajta. 16 óráig, 4:45 van. Hova tetszik menni? Jó napot. 4:45 van és kedd. Így van. Igen, tehát ő ott abban a helyzetben király. Tehát, hogy azért ezen sztereotípiák, és mindjárt összeszedünk még egy csomót, valójában igazak. Tehát nem alakul ki úgy, hogy egyébként ne gondolnál azt egy taxisofőrről sokszor, hogy átvág. Hogy lehet, hogy téged átvág, hogy máshogy megy az óra, hogy egy kicsit bunkóbb, hogy egy kicsit... Érted? Aha. De közben hány kultúrált taxisofőr vagy, aki normálisan beszélgetsz vele, nem vág át, korrekt, nagyon sok, sőt egyre több. Hány százaléka annyi egy szakma képviselőjének, amiből a sztereotípia kiindul? Na ez az. Hány, tehát, hogy mennyi kell ahhoz? Van 100 taxisofőröd, és ebből mondjuk 50-nek kell bunkónak lenni? Nem, hát az még akkor 50-50. Az még nem jó. A minimum 60. 60, és akkor 60-nál már elkezdjük azt mondani, hogy az összes taxisofőr átvág bennünket. Hát a tapasztalataid alapján mondod nyilván, meg egyszerűen ez a kép róluk. Szerintem a magyar taxis társadalom soha nem fogja tudni ezt levetkőzni, mert jön egy hiéna és jön 100 normális, és annak az egy hiénának elmegy a híre, hogy átvágták, és még mindig azt gondolja mindenki a magyar taxisokról, hogy mekkora nagy bunkó. Látod, meg átvágnak... egy megváltoztatta, egy ember, nem 60%, egy ember. Közben pedig most már azért. Mondjuk ez rendszeres tapasztalat kell, tehát hogyha mit tudom, hogy 2-3-szor megéled ezt, akkor oké, működik, de egyszer nem. De hogy mi fogja ezt lerombolni, mert közben egyébként már nem ilyen. Mi most? Mi most, igen, de hogy normális taxiba ülsz, nem vágnak át, egyenáras a dolog, kultúrált, nem cébéznek, nem hangosan. Csak a pozitív tapasztalat. Egyébként ez is javul. Uh-huh. Na tessék, mindenki mondja még foglalkozásokat. Boltos. Boltos? Eladó, tehát eladó, aki ugye nem szimpatikus, nem érdekli, hogy te vagy a vevő, unatkozik és telefonál.
Boltos ez. És modortalan. És modortalan, így van, és nem segítőkész. Így van, ez és alig várja, hogy kimenj a boltból. Te az eladóra gondoltok, igen, aki bemész, és nem tudja, hogy te vagy a vevő, rohadtul unatkozik, legmán néz rád, és gyűlöl téged, hogy te bementél, nem? De igen, közben vannak normálisak vannak, is. Vannak, csak hogyha azt mondod, hogy most ugye tipizálni kell, akkor az eladóra, a igen, magyar ember ezt mondja, hogy így néz ki, nem érdekli a vevő, undok, nem akar neked eladni semmit. Igen. Tessék, mondok, hogy fodrász, mi jut eszetek be a fodrászról? Dumagép. Ugye? Aha, igen. Az összes fodrászról azt gondolod, hogy pletykagép. Igen. Nem így van? Igen, semmit nem. Hogy nem tudsz neki semmit elmondani, mert biztos, hogy kidumál. Ahogy kiteszed a lábad, azonnal beül a másik delikvens, tudja, hogy egyébként hogy csalja meg a feleségét, mikor megy a szeretőjéhez az ő. Jaj, Baláská, annyira örülök neki, ennyiket, most nyilván második gyerek, olvastam a Smolcán magazinban. Hálasz? Nem tetszik egyébként, hogy mennyi beállítatok még egyet, de nagyon sok egészséget kívánatom. Férfi vagy nő, csak kérdezem. Férfi fodrászom. Jani ismeri a férfi fodrászomat, valójában így beszél. De tényleg ilyen? Tényleg ilyenek. Igen. Tehát azt gondolod róluk, hogy az ő szakmájukat tényleg... És végigbeszél az egészen. A szabók, fodrászok minden titkok őrzői. Uh-huh. Mindenkiről tudnak mindent, aki beül, és ezt el is mondják na, másnak. Na, ezért teszem a fiatalit, és egy picit őszbe csarra, tehát minden, hogy eltűntjük ezeket a kis hajszálokat, így nem fog még átvonni a következő fotózásra. Hallom, mentek egy nyomon a dzsungelbe, és jaj, de jó, ezt mindenképpen nem is fogadjuk az egész családdal együtt. Tehát tulajdonképpen kiderül, hogy az összes foglalkozás lehet egy kicsit tipizálni. Nem így van? Igen. Ugye? Lehet. Jó napot kívánok! Görcsbe rándult a gyomrom. Adom az egészségügyi doboz. Na, ki vagyok? Jó napot kívánok, közötti a van. És közben nem ilyenek már szegények. Hát ez rajtuk ragadt. Jó napot kívánok! De hányszor átéltük ezt? De most fiatal, igen, amikor fiatalabbak voltunk, mert akkor ment ez az a 50 pluszba, terrorizálták a lakosságot, az idősödő szemét rendőrök, ugye? Akik jó napot kívánok, és már görcsbe rándult a gyomrom. A legtöbb fiatal és normális. Jó napot kívánok, pocakörmester! Tudod, odajött, és akkor rögtön elkezdett vegzálni, és picit élvezte. Igen. Látszott rajta. Ez is teljesen tipikus. Írjanak majd olyan hallgatók, nyilván abszolút foglalkozunk majd az SMS-ekkel, írjatok nekünk, hogy ki hogy próbálja ezt lerombolni. Tehát ki mivel találkozik a saját szakmájánál, mert lehet, hogy egy csomó olyan foglalkozás van, amelyekünk eszünkbe se jut, ahol érzi, hogy tulajdonképpen tényleg van előítélet az ő foglalkozásával szemben. Tehát például, mit tudom én, kevéssel találkoztam, de látom a szemükben az őrületet, ilyenek a boncmesterek. Igen. Én nem láttam még olyat, hát azt nem is lehet más kicsit, akiben ne lett szerintem volna valami őrület. Vagy egy nagyon jó interjú most olvastam nemrég, pont egy híres magyar boncmesterrel, és látod rajta, hogy valami nem stimmel. Hogy, de várjál, tehát az, hogy kattant. Tehát, hogy nem hogy normális. Hogy nem, tehát a kicsit ember, nem normális. Akik, igen, akik igen, elmennek és én munkát végezek, ez kicsit defektesek. Hogy valami van. Aha. Igen. És a rántottus is szikével vágják. Hogy most, ne. De ugyanazzal a szikével. nem teljesen erre gondolok, de így van. Nem? Szerelők? A szerelőkről nekem nincs. Én a szerelőkről nem gondolok semmi. Hát a szerelőkről a nők gondolnak, Feri. Hogy, ja, igen. Nem, hát hogy hányszor hallottunk olyat, hogy kijön, és akkor ajjajjaj. Az nekem nem annyira tipikus. Tök érdekes, hogy három közül szerintem kettőnknek ez rögtön beugrott. Ahogy azt mondta, hogy szerelő, nekem abban a pillanatban, tudjátok, mi jutott eszembe? Kijön egy ember egy kék kezes lábasban, és beletörli az olajos kezét két oldalt a zsebeibe, és azt mondja, hogy hát ez nem lesz olcsó. Ez nekem nem elsőre az, hogy szerelő is beugrik. Mert neked hogy... nem mernek így. De engem néznek igazán pénzesen. Ja. Nálam minden azonnal csere, azonnal elromlik, és azonnal legújabbat. Én mindig mondom, hogy figyelj, nem lottom. Nem beted még észre, hogy abban a szervizben egyébként csak te szoktál lenni? Azt már neked építették. Nálam úgy indul, hogy 30%-kal bármi drágább, amit én veszek, vagy amit hozzám hoznak, és már azért vannak kiépített vonalaim a szerelőknél, minden hűtőgép, mosógép, mindig fix emberekhez nyúlok, mert tapasztaltam, első 5 évben 20-30%-a minden drágább volt. De az igen, olyan a szerelő? Nálunk igen? Igen. Hát nála nyilván nem, mert tudja, hogy nagy lóvé áll a házhoz. Tehát nálunk kedves, minden csere. Igen. Kedves Balázs, hát ez ugyan elromlott, de itt van a vadonatúj termékünk. Meg tudja most venni. Jobb, mint az eredeti. Igen. Tessék, mondok még valamit, én szívesen lovagolok rajtuk. És sokszor bántom őket. Csak nyögtél. Most kettőre tudtam volna tippelni, de az egyik személyeskedés lett volna. Nem tudod, hogy mindent kiürök. Informatikus. Aha. Mit gondolsz róla? Azt gondolod, hogy 0-24 órában egyébként a gép előtt ülő,
kicsit gátlásos, szemüveges, rövidlátó, zárkozott ember, aki bitek, bájtok világában él, nem tud, azok a hackerek. Ja. Igen. Nem tud megcsinálni magának egy rántottát, egy kiló kenyeret megvenni, de ha azt mondta, hogy törzs le, törzs föl, elromlott a gépem, csillogott szemben. És ehhez képest, mi a sztereotípia? Ezt így gondolom. Ja. Nézzük a sztereotípiákat, és most a véleményemet róla. Szegények. A nőkkel kicsit zárkózottak, gátlásosabbak, a való életben a kicsit mizantrópozőszes. Virtuális szexben nagyon otthon vannak. Virtuális szexben nagyon jó, normálisabb emberi kapcsolatra kevésbé képes, gátlásos, zárkózott palik, akik egyébként 40-esek, pornófüggők. És mindegyiknek egy nagy kapacitású pendrive lóg a nyakában. De ne, és mindegyiknek van pendrive. És azt mondod, hogy mi vagy te, informatikus. És azt mondod, hogy tudod, aha. A pornót néző, aha, gép előtt ülő, valószínű... Már veszed is elő a holtát, hogy kapcsolatot teremtsél vele. Titokban sokat maszturbáló emberek, akik egyébként így élik le az életüket. Én nem vagyok informatikus. És egyébként ez is. És ki mondta, hogy titok? Tudom, most tegnap utaztunk... Kiáll az ablakban. Tegnap utaztunk a busz, mondom, Jani, tedd már el. Így van. Ah, igen. Jani, léces 8-an vagyunk. Valaki oda csukta a kabátja szárát az ajtóval, nagyon csattog valami. Igen. Szóval, de nem ezt gondolod szegényekről? És közben teljesen normális életet élő, a számítás technika világában jól mozgó, hétköznapi emberekről van szó, akik jönnek, mennek, sportolnak, és nem a gép előtt ülnek 24-et, és kimondod, hogy mi vagy te, informatikus. Tehát nőnek azt mondod, hogy informatikus, az a nő nem akar veled randizni. Ennyi. Mert nem kíváncsi egy informatikus, mert azt gondolod, hogy tök unalmas élete van. Állandóan élt vasalni a melegítőn a drágomban. Dög unalmas élete van, dög unalmas az egész, informatikus, Jézusom, ugye? Szegényeknek ezzel kell megbirkózni, és mondjuk egy nőt levenni a lábáról, hidd, ne, nem csak bitek, bájtok, meg enkor, meg nem tudom mi. Letöltöttem neked az új sorozatot. Hanem ez egy normális munka, és egy normális életet élek, szegények. Meg ráadásul nem keveset köszönhetünk nekik. Például a Torrent-oldal. Na, ugye? Igen. Na, jól van, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó? Azon foglalkozások képviselői írnak elsősorban egyrészt, akiket felsoroltunk, hogy valójában érzik-e. Hogy próbálnak ezzel leszámolni? Taxisofőrök, zöldségesek, bolti eladók, informatikusok, BKV ellenőrök, buszsofőrök, sajnos mindenki gondol róluk valamit, sokszor nem biztos, hogy jót. Próbálnak ezt egyáltalán leszámolni, mennyire zavaró ez az előítélet, és tényleg érezhető-e, hogy az emberek úgy közelítenek hozzájuk, hogy már egyfajta prekoncepcióval. Nagyon érdekes témát boncolgatunk, méghozzá azt, hogy a legtöbb munkával kapcsolatban van egyfajta előítélet, és ha hallunk bizonyos foglalkozásokat, akkor azonnal gondolunk valamit arról, hogy aki abban a foglalkozásban dolgozik, az tulajdonképpen milyen lehet, nem? Ha valaki informatikus, vagy mérnök, vagy takarítónő, vagy ápolónő, vagy BKV ellenőr, vagy sofőr, akkor azonnal teszed valahova, és arról beszélgetünk, hogy milyen nehéz lehet ilyen előítéletek közepette dolgozni egy adott munkakörben, mert hogy tényleg az ember úgy működik, hogy megkérdezed, hogy mi a foglalkozásod, és elképzeled valamilyennek azt az embert. És aztán persze nyilván kiderül, hogy ez nem mindig van így, mégis azonban foglalkozásokra lebontható előítéletekkel kell leszámolnia mindenkinek, és van egy-két kiemelt foglalkozás, ahol aztán abszolút érvényesek az előítéletek. Ugye? Nekem egyébként ez ilyen, tényleg már ugye nem említettem, de a hentesek. Tehát amikor nekem azt mondja valaki, azt azt mondja, hogy hentes, hogy meghalom vagy olvasom, nekem abban a pillanatban eszembe jut egy ilyen joviális külső, egy kicsit ilyen Benke Laci bácsi és úriember, 50-es alkarral, ami iszonyatosan szőrös. Van egy ilyen kis előke. Látszik, ami, hogy vegás vagy, picit, rég volt picit, a hentesnél. Picit foltos, picit koszos ilyen kis előke, iszonyatosan széles mosoly, kicsit szederjes arc, és akkor ők a hentesek. És hát isznak is, mi? Vérsak is. Állandó részegek. De hogy így. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, hogy kinek milyen előítélettel kell leszámolni. Takarítónők vagyunk, rólunk azt gondolják, hogy igénytelen tramplik és buták vagyunk, szoktak is rajtam csodálkozni, smink, haj, mindig oké. Okay. Az, hogy okos vagyok, azért az túlzás, de nem vagyok buta. Írja nekünk egy hallgató. Kamionos vagyok, igazatok van, igenis élnek a sztereotípiák, az emberek szeretnek embercsoportokat általános rossz jellemzőkkel felruházni, imádunk titeket, kölyök a kamionos. A kamionos. Hát a kamionos... Megáll az útszélén a lányoknál, egy, kettes. Megáll az útszélén, megy, egyszerű, kicsit butácska ember, aki megy, vezet, semmi dolga, bárki meg tudná csinálni, kicsit pocakos, nagy darab. Pocakos és hálótrikó. Ritkán látja a családját, igen.
ugye? Ritkán látja a családját, de ennek örül. Közben nem örül, nagyon szenvednek ettől, sokkal többet lennének otthon, csak akkor viszont a családé elhalna. Tehát szegényekre is sok mindent mondanak, ami aztán abszolút nem igaz. Írta nekünk egy informatikus hallgatónk, hogy a leghosszabb kapcsolatom egy 4 gigás ADS-sel volt. Legyen jó. Úgy de jó. Igen. Na, itt rá is távolt rögtön a hallgatásra. Igen. Adóhivatali dolgozók. Szerintetek mi rólunk a vélemény? Mi a végrehajtáson dolgozunk, de nincs se korbács, se kaloda a pincében. Szép napot. De hát meghallod, hogy valaki az adóhivatalban dolgozik, azonnal a pokolba kívánod, és azt gondolod, hogy mindenkivel ki akar szúrni, és egy rohadék. Közben nyilván nem így van, csak a munkáját végzi. Mondjuk én óvatosan válaszolnék erre a kérdésre. Igen. Hogy szerintetek milyenek vagyunk. Nagyon jó fejek. Nagyon drágák, igen. 30 milliós traktort kezelek. Mégis azt mondják, hogy hülye traktoros. Ugye? Ez is milyen érdekes. Mit csinálsz? Traktorvezető vagyok. Na nézd a paraszt. Ugye? Ezt mondják. Közben nem így van. Hát azért, mert valaki traktoros, olvashatsz, érdeklődhet dolgok iránt, 30 milliós traktort vezet, hogy milyen hülye sztereotípiák ezek rájú, valójában, azért, mert nem? 30 milliós a traktor, vagy 1 milliós, az nem mindegy? Ülj be le, első tudod indítani. Semmi fogalmad nincs, emlékszel, amikor kitelepülésen voltunk. Persze, se tudtad, mihez kell nyúlni. Igen. Ausztriában Bécs mellett szemetes autóval járok, itt is élnek a sztereotípiák. Először nagyon szégyeltem, de ma már nem váltanék semmi pénzért, írta nekünk Tomi. Én benzinkúton dolgozom sokadik éve, de nem telik úgy el nap, hogy ne hallanám, na, mennyibe kerül egy csepp benzin? Ezt Arnold küldte nekünk, itt is működnek a sztereotípiek. Az én férjem Hente 193 centi magas, szikárizmos, rendkívül olvasott, és kényes a szakmai tisztaságra. A ránézésen nem néz ki hentesnek, ha a férfival beszélek és megkérni, mi a férjed, kettőt hátralépnek és rövidre zárják a beszélgetést. Milyen érdekes, mit csinál férjed, hentes? Akkor ugye? Te is beválasztottál, ugye? Azzal a... Hát, de tipikus szegény biztonsági őrök, hát hány olyan van, aki egyébként között csak nálunk a klasszban néz meg, aki közben egyébként egy angol szótárt látsz nála, aki olvas, aki folyamatosan képzi magát. És megkérdezi, ki hagyta el? Na, jó van. Hát most legalább sok nem vagyunk feljönni. Ott, próbáltam egy kicsit felhozni őket. Nem, én látom, van egy fiatal srác benn nálunk, mindig különböző szótárokat forgat, tanul, spanyol szótár, angol szótár, és látod, hogy képzi magát, mégis biztonsági őr, na a bunkó biztonsági őr. Sokan ugye? Egyébként a biztonsági őr tipikusan, egy olyan mellékpálya vagy oldalvágány, ami a bekkelésnek az egyik legjobb forma. Egyébként ez is igaz. Ez is igaz, hogy róluk azt gondolod, és sokszor így van, hogy lusták, jó az nekik, ülnek 8 órát, nem is akarnak többet, nem is vágynak többre. A kicsit alibizve üldögélnek. Igen, sokan így is élik meg, valójában ebben is van igazság, persze. Informatikus vagyok, a lányoknak általában felcsillan a szemük, amikor a pénztárcámra gondolnak, és igazuk van. Aha, na, tehát, hogy jól keresnek. Igen. Józsi vagyok, dugulás elhárító. Senki nem akar velem kezet fogni. Gondoljatok bele, hogy ez nem is milyen, mert azt gondolod egyébként, hogy aki ül a szarban, bocsánat, és hogy biztos, hogy nem ad a higiéniára, csőgörényes, biztos csomószak. Nem így van? Igen. Azt mondja, hogy kesztyűt is használok, és csőgörényt, felháborító, amit ilyenkor érzek. Gondold el, hogy nem fognak vele kezet. Ugye? Hogy működik ez a dolog. Érdekes szerintem ez a téma. Jogászként egy akármilyen magánvitában csak egyetlen egy észérvet felhozok, rögtön jön a válasz. Ja, csak jogásszal ne vitatkozzon az ember. Ezt Rita küldte nekünk. Egy fontos sztereotípia még kimaradt, a gépészmérnök. Értelmes, jó fej, kollegiális, és remekel az ágyban, üdv Gábor. És szerény. Gábor azt elfelejtett, hogy szerény. Igen. Tímea vagyok, 8 éve, zöldséges. A bemutatkozásnál elmondom, mivel foglalkozom, az tudja, hogy 10 emberből 8 megkérdezi, hogy szoktam-e játszani a kígyóbival vagy a banánnal. Ugyan milyen hülye sztereotípiák, te jó Isten. És? Írd már meg, hogy mit csinálsz. Igen. Azt észrevettétek, hogy leginkább a férfias szakmákat tipizáljuk? Tehát, hát hogy nem, hát ez ápolónő. Ja, az ápolónő. Hát sokkal több. Óvónő, hát sokkal mit gondolsz róla? Sokkal férfi szakmát soroltunk fel az elmúlt egy órában. Stewardess, stylist, azért nagyon sok olyan van. A stylistok 80% ezeket melegnek gondolod, és nem érted, hogy miért nyilatkozik mindegyik stylist. Egy rohadt sállal a nyakába. Miközben ez minimum 90. Igen. A férfi stylist. De miért az ápolónő, a stewardess, az óvónő? Hát azért ezek női szakmák. Hát ez nem? Igen, ez három, és felsoroltunk 30 férfit eddig. Igen. Férfiasabbat. Uh-huh. Ott van az óvónő. Mit gondolsz róla? Egyébként egy olyan szakmát csinál, amihez mindenki ér. Gyereket nevelni bárki tud. Ráadásul az én gyerekemet nem mondja már meg, hogy neveli. Majd bárki jobban tud, tudom, de ő ne nevelje. Bárki tud, de ő egyébként valószínűleg nem neveli jól. És egyébként meg nem olyan nagy ügy 30 gyerekre vigyázni. Állj be, csináld meg 2 napig, a hajad kiúl. Ráadásul a felelősség is az alulfizetettség. Na most ez egy más tészta. De nem ezt gondolod? De igen. Ugye? Igen. Közben én egy nagyon szép hivatásnak gondolom, és nagyon értékes, hát nagyon fontos hivatásnak, sok szülő elfelejti, hogy ő neveli a te gyerekedet. Ugye?
És hogy mennyire hálátlanok a szülők egyébként, jó, csak egy buta volt. Ja, pedig még ráadásul jót is akar, amikor neked próbálja elmondani, hogy mi van a gyerekeddel, hogy otthon is még tudj vele dolgozni. És közben pedig mennyire sokszor, nyilván vannak kivételek, de hogy hányszor valójában mennyire értenek a gyerekekhez, nem? És milyen jó. Uh-huh. Ugye, a legismerőbb jelző velük kapcsolatban az a pótmama, szerintem. Tehát, hogy az óvónő az tényleg az anya helyett anyja. A nap egy bizonyos szakában annak a gyereknek. Igen, itt az SMS, nézd, az óvónő is hülye, mindenki szerint. Gyereket nevelni bárki tud, egész nap csak bletykálnak, és közben 21 gyerekre vigyáznak. Egy óvónő írt ebben a pillanatban. Igen, érdekes. De tényleg ezt gondolják. Biztonsági örök, róluk beszéltünk, szintén nem lehet könnyű. Mi a helyzet a műsorvezetőkkel? Semmire kellene naplopók, igen, akik a kapcsolatoknak köszönhetik, hogy beülnek egy mikrofon mögé, én is tudnám ezt csinálni. Napi 4 órában csak el rihiröhíznek, aztán hazamenek és felmarják érte a hatalmas suskát, kb. Ez ne írjátok meg. Igen, általában ez az én is tudnám csinálni, nem egy igazi foglalkozás, nem kell hozzá egyébként valódi szakértelem, bárki, aki oda el tudja mondani, bárki tud egy műsort fejben összetenni, szerkeszteni, ha engem oda teszel, tudok mondani, értek ehhez a szakmához, ugye? Bárki megcsinálja általában velünk kapcsolatban, ez a sztereotípia. Igen. Á, meg az, hogy nagyképű, meg minden, de most azt arra én adok okot. Tehát... Hát ez ennyi. Veszed. Jó, de én megpróbálom visszabillenteni a mérleget, hiszen én kőproli vagyok. Igen. Takarítónő vagyok, közben felsőfokú pénzügyi szakügyintézőit végeztem, írja nekünk egy hallgató. Villamosvezető vagyok, mindig jönnek azzal, hogy na, a hülye ampertolvaj. Micsoda! Az mit jelent, hogy a munka végén, amikor nem nézed, senki egy akkumulátorban letölt valami? Kis izét, ha... 120 milliós permetezőt kezelek, mégis mindenki azt mondja, köcsök traktoros vagyok. Ugye, hogy mennyi sértettség van azért az emberekben a szakmájukhoz kapcsolódva, szegények, amit éreznek, és egyébként 30 évig úgy csinálsz, amit, hogy mindenki úgy gondol rá. De talán ez az adás, vagy ez a fél óra azért megvilágítja azt, hogy ez nem egy általánosan elmondható örökérvényű érv, ami mindenkire igaz, nyilván. Igen, szerintem ezek az előítéletek leginkább azokból jönnek elő, akik vagy köszönő viszonyban sincsenek ezekkel a szakmákkal, vagy a szakmák képviselőivel, vagy pedig csak így szegről végül időnként összefutnak velük. Hát tehát, vannak azért például... olyan szakmák, ahol erre okot adnak, tehát hogy minden, amiket soroltunk, szerintem sokszor igaz. A biztonsági őr, nem? A taxisofőr, a BKV, tehát hogy azért ennek van oka, hogy ezt mondjuk egy szakmáról, vagy a szakmaképviselőjéről szerintem, nem? Nem az, hogy felszínesen ismerjük őket, tehát találkozol olyannak. Taxisofőrrel, aki átver, de BKV ellenőrrel. És akkor ez utána de több a jobb tapasztalat. Tehát, hogy... Igen. Na jó, érdekes SMS-ek jöttek. Jól van, még ugye a postás rendőr, hát vannak nagy van. Közhelyek ezeket. Az agronomos, vasutasok, igen. Nyakkendős paraszt. Focisták. Nyakkendős paraszt az agronómus. Van, aki így áll hozzájuk. Jaj, de jó. Érted, miközben nem tud senki többet náluk a földről. Ott vannak a futárok, ugye, mindenki ember számban nem veszi őket. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Kakaszatibi, ba-ba-ba-ba. Hello, Tibi! Jó reggelt! Hello! Esküszöm, hogy olyan élmény benneteket ilyenkor mindig látni, hogy tehát ilyenkor jövök rá, hogy tényleg a távolság a kis tüzeket eloltja, de a nagyokat fellobbantja. Tehát, hogy meglátlak benneteket, és konkrétan ilyen őrült noszt, igen, hogy feszítesz most, Balázs. Mi is így vagyunk ezzel, Tibi. Megdöglünk a füsttől. Ha érted, miért? Nem oltotta el. Streamen egyébként ott vagyunk, hát nem mondom, hogy a leggyorsabb, mert azért van egy kis távolság, egy 7-8 ezer kilométer, de pillanatképek, helyzetek, hangulatok azért elkaphatók a YouStreamen is, úgyhogy ott vagyunk. De hogy olyat éreztetek már a távolság miatt, hogy mondjuk meglátsz rólam mondjuk egy képet a Facebookon, vagy valami ilyesmi, és akkor mint Liv Tyler az Armageddon nagy jelenetében, hogy elkezded így tapintani a monitort, és elkezded ölelni a laptopodat, hogy Tibi bárcsak itt volnál. Én már meg is puciltam a laptopot, ahogy rámentem az oldaladra. Hát mondom, ez a gyerek, ez hiányzik nekünk gyerekek keddenként.
De jó hazudsz, Feri. Jó van, de legalább próbáltam. De nagyon hiányzol egyébként. Hihetetlenül jó lenne, ha itt lennél. Nagyon sok minden történik velünk, semmi. Bár úgy gondolják, hogy igen, sok minden, de nem. Tegnap voltam egy másik étteremben, ahol nem tudtunk enni, mert bezárt. Ez volt az utóbbi hét legnagyobb sztoria. Igen, igen, elképzeltük azt, hogy majd együtt szépen leülünk nyugiba, megeszünk egy jó kis vékony tésztás pizzát, igen. Eszünk hozzá egy tiramisszót, ne adj Isten, egy mit tudom én, valami jobb kis olasz desszertet, aztán kiderült, hogy sajnos ezek az éttermek már bezárnak 9 órakor. Igen, úgyhogy zajlik itt is az élet. Mi újság otthon, mondj valamit, hát, mit ettél, mi van a Hungárián, mi van otthon, mi van a híradóban. A Hungáriát kihagyhatod. Mindenre kíváncsiak vagyunk. Figyeljetek, itthon megmondom őszintén, hogy nagyon jó. Tehát, hogy amióta elmentetek... Tehát hihetetlen fellendülésben van minden, virágzik a gazdasága, az életszínvonal fellendült, az emberek mosolyognak az utcákon, karnevári hangulat van, a nők félmeztelen mászkálnak az utcákra. Nagyon, nagyon jó lett. Itthon nagyon jó. De tényleg. Megkértetek? Lány, akkor sokat változott, igen. Nagyon. Figyeljetek, olyan hely lett, most komolyan mondom, tehát hogy most általában van egy ilyen pálmafa betelepítési program is, ami a közérzeti javítás miatt van. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó hely lett az ország. Amit mondani akartam, hogy megkértél Balázs, meg Jani, hogy ürítsem a postaládátokat. Ugye, mert megkaptam az üzenetet, hogy kértétek. Így van, igen, nagyon köszönöm, hogy ezt megcsináltad, így van. Kiugrottam hozzátok, annyi nagyon-nagyon fontos, hogy Jani előtt tényleg le a kalappal. Tehát, hogy én megmondom őszintén, tehát, hogy ilyen távolságból is foglalkozik a letűnt civilizációkkal, és hogy most érkezett meg egyébként a 10 részes Maya Gold DVD. Tehát, hogy tényleg innen is a majákkal a távolból, tehát egyszerűen ez a férfi falja a tudást. Döbbenet egyébként, igen. És nem tudod, hogy milyen gyűjteményt hozott ki magával. Bizony. Igen. És nem tudod, hogy mennyire naprakész vagyok ebből a témában. Mindig ráfrissít. Tehát, hogy a maja civilizációnak ilyen szinten vagy szerelmes, hogy egy 10 részes Best of DVD-t megrendeltél le a kalappal, abból is az aranyválogatás. Tehát, hogy uh-huh. Csodálatos. Így van. Viszont jött most egy... a csizalatlan gyémántok, a diamondok, azok, amik leginkább felkeltették az érdeklődés. Viszont jött egy másik levél, ez valamilyen fajta ilyen végrehajtós dolog volt, a Terész körúti pipsóból üzentek, hogy a kukucsioktól nem szabad elvinni a kis széket. Tehát az csak ott szabad rá fölállni, nem szabad hazavinni. Nem tudom, megszólaltok, azért várok ilyenkor egy picikét. Nem. Balázs, hozzátok is. Örülök, hogy végre nem kell beszélnem. Tudod, ez a KED 9-től ez te vagy. Hátradőlünk, pihenünk, hallgatunk. Jó, Balázs, hozzátok is beugrottam, jó, mert így kérted. Ott is ürítettem a postaládát, és mondani akartam, hogy hihetetlen mennyit nőtt a kis elefánt a hátsó kertben, mióta nem láttam. Nagyon cuki. Tehát, hogy... De vannak zsiráfok is, azokkal óvatosan bánjál, jó? Ezt nagyon óvatosan, a zsiráfokkal és a kudukkal. A zsiráfok cukik voltak, az emeleti lakály azt kérdezte, hogy hol találja a kerti tavi belugák száraz tápját, mert azt nem találja. Tehát, hogy... Jó, és annyi hogy mivel nem akartam rossz fejlenni, mivel láttam, hogy egy picikét kezd mattulni a helikopter a leszállón, elvittem lemosatni, jó? Tehát, hogy csak... Köszönöm, hogy ezeket megtetted. Minden rendben, a házzal rendben van? Nincs csötörés? Semmi? Nem, minden oké? Okay? Csötörés nincs, annyi, hogy úgy látom, hogy valaki lefűrészelte a gyémánt Bentley-ről az aranykormányt, hogy majd ott arra majd figyelje, hogy... Vigyék. Van másik a garázsban, csak föl kell pattintani. Ad, vigyék, igen. Na jó, van, mivel készültél? Megmondom őszintén, hogy készültem is sok mindennel, de nem én lennék, ha nem lenne, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Imádom, hogy Ferit paráztatjátok ezzel a hazauttal, és hogy megy a nyomasztása azzal, hogy majd ráküldítek. Hát nem, az a baj, tudod, hogy ott már ezt komolyan vették, tehát, hogy engem úgy fognak várni, hogy gyere ki, légy szíves, és ments ki. Ha esetleg nem mondtam volna, szombaton érkezik egy járat Kairóból, mindenféle fekete szállítmánnyal, és ellopott, levadászott, feketén megvásárolt afrikai műkincsekkel, kairói járat, tisztelt Váb és pénzügyőrség, szombaton. Köszi. De a lényeg az, hogy nem is
annyira az én csörömet bökte, de Viki felhívta a figyelmemet még valamire, amivel tudjuk paráztatni a Ferit, mert van egy biztonsági rés még a légi közlekedésben, amit muszáj, hogy kibeszéljünk. Remélem, hogy nem mi omlasztjuk most össze a teljes biztonsági struktúráját a légi közlekedésnek, de hogy ugye, amikor megérkezel, és felszállsz, én mindig is egy picit ilyen alibinek, meg túlzónak éreztem ezt az átvilágítási rendszert. Ugye, tehát, hogy megérkezel, a bakancsolat le kell venni, mert nyilván abban van a detonátor, le kell venni a szemüveget, mert nyilván abban van a C4-es, hogyha nálad van egy deci dezodor, akkor az nyilván atombomba, vagy plutónium akar lenni. Tehát ugye végigmész egy ilyen brutális, ilyen esetenként megalázó ilyen procedúrán, amivel végigmész, ugye? Így van, igen. Igen. Eddig tudtok követni. Igen, figyelem az arcot. Igen. Ez még valahogy nem volt bonyolult, repültünk párszor. Most nekem most állt össze. Most megvan, igen. Jogosan böki-e a nem, de hogy ti milyen osztályon utaztatok ki Afrikába? Hát kinek mi jutott? Van, aki a bizniszen, van, aki a turiszton. De én csak azért, mert Balázs kézi podgyászában jutottam fel. És itt jön a rés, amit Viki vett észre a légi közlekedés biztonsági rendszerében. Tehát átmész, elvesznek tőled mindent, fémet nem vihetsz fő, vágóeszközt nem vihetsz fő, C4-est, robbananyagot, plutóniumot nem vihetsz fő. De ha bizniszen utazol, akkor ott, mint egy ilyen extra exkluzív szolgáltatás, a fémevőeszköz, villa, kés, szúróeszköz, spicer, detonátor, C4-es, tehát hogy ott viszont a bizniszen mindent megkaptok frankon fémmel. Igaz? Egyébként ez tényleg így van. Ezen mi is gondolkoztunk. Hogy a bizniszen nem utazik terrorista, ez azok. Valószínű, hogy nincs pénzük a terroristáknak bizniszen. De hogy? Mert egyverre van. Persze, mert nitroglicerére és trotinra költik. Nem tudom, hogy mi a megfejtés, de tényleg valódi fémelvőeszközt kapsz, kés van a kezedbe, villa, amit ugye azért cserélnek műanyagra, és azért eszik mindenki műanyag kis tálkákból, meg villával, meg késsel, hogy ne tudják ártani a stewardessben. De hogy ez, ha te mondjuk a first class... Senki ne mozduljon, kanál van nálam! Uram, tegye már le az, hogy műanyag kanál. De ha first class-on vagy bizniszen utazol, akkor ott megkapod a fémet. Ott nem félnek attól, hogy valaki mondjuk nyakon szúrja a stewardess, vagy behatol a pilóta fülkébe? Mondjuk oda nem tudsz egy fémevőeszközzel se, de a stewardess sakban tudod tartani. Ez egy érdekes felvetés. Hihetetlen, mert hogy a feleségettől származik. Igen, tehát hogy... Igen, tehát hogy ennyire... Látod, milyen asszony? Milyen gondolatai vannak? Hihetetlen. Igen, pedig turistáhoztam. Igen. Hát, és nem is aludt napok óta. Igen, ilyen biztatóan. Viki, ez oda kerül egy villa, egy kés, egy kanál, és rögtön azon gondolkodik, hogy ki tudnék ezzel megölni. És elsőnek eszébe jut a férje. Igen. Miért nincs itt? Nyakon tudnám szúrni. Te jó a felvetés. Hogy beszélgetetek ugye arról, hogy a telefont ki kell kapcsolni, a cipőt le kell venni, az övet ki kell csatolni, a sapkát le kell venni, a nem tudom, a fél pohár vizet ki kell dobni, a nem tudom, tehát hogy tényleg úgy mész föl, hogy egy ilyen rettegés van rajtad, hogy egy potenciális tömeggyilkosnak néznek minden egyes átvilágításkor, majd a tűéles fémkés bizniszen megkapod, mert érezze már jól magát a jó nívós utas. Szóval véletlenül, mondjuk, bár nem tudom, hogy mennyire kik hallgatnak minket, de hogyha valakinek ez ötletet ad, akkor bocs, de hogy szerintem az egy finom rés a pajzson, nem? Abszolút, igen. Most olvastam, hogy vannak olyan járatok, ahol a first classon, ami még a business is megkülönbözheti a first class-tól, ugye, hogy tulajdonképpen van a turista, a business és az első osztály, és az első osztályon vannak olyan utasok, akik a business háromszorosát kifizetik azért, hogyha te fölmész az első osztályra, akkor kiválaszthatod az ágyneműt, amiben te alszol. Hoppá, beteg. Ez már azért nagyon beteg, hogy érdemes egy 10 órás útra egyébként a biznisznek a háromszorosát kifizetni. Ugyanúgy menüről választod az ételt, stb. Egy csomó minden van, de az ágynemű színét és az ágynemű anyagát is megválaszthatod, hogy mivel akarsz te takarózni a 10 órás tengeren túli járatot. A azért az elmebetegségnek... Igen. Bőréd és kiválasztod, mit tudom én, 4-5 kép alapján, hogy te milyen ágyneműbe aludnál. Azért ez már nagyon beteg. Ha én oda feljutnék, valószínűleg vissza kérdezni egy csodálkozva, hogy biztos uram, hogy egy keki színű hálózsákban szeretne aludni a földön, illetve a padlón. Balázs szájából mennyire hiteles, aki nem, mikor most benn voltam, mondom, hogy kicsikét takarítom, hogy leszedegettem a porticákat, láttam, hogy bébi fóka szörméből volt a sötétítő függöny az egész nappalin. Tehát, hogy... A büdös életben nem utaztam még first class-on egyébként, és nem is utaznék. Tehát ez egy elvi kérdés, hogy mondjuk a biznisz háromszorosát kifizeted-e azért, hogy saját hálófülkéd legyen, mert hogy vannak ezek az új gépek, ugye az Airbusok, meg a Boeingek, ahol hálófülke van, és ott még az ágyneműt is megkérdezik tőled, hogy azért a pazarlásnak is
azért döbbenetes, hogy milyen méretei vannak, nem? Nem, már nincs hova tegyen. Hogy már nincs, nem tudod hova tenni, és akkor elmész mondjuk first class-on. Na mindegy, ez csak egy kis kitörő volt. De hogy kapsz fémkést, amivel viszont boldogan tudsz terrorizálni az utastérben. Tehát, hogy nem tudom, mondom, akkor viszont én elfogadnék, tehát nekem oké a fémkés, de akkor én elfogadnék egyen szolidabb és emberi átvilágítást lent. Tehát, hogy én azt gondolom, akinek az a munkája, hogy föl tudja vinni azt, amit föl kell vinni, azt föl fogja vinni. Én, akinek nem az a munkám, én velem viszont rohadtul kidobatják a kólát. Tehát, hogy a kettő között valahogy megtalálom a ízét. Jogosan böki a csőrömet a potenciális gépeltérítő eszközök átadása a bizniszen. Hát, gyerekek. De szemét vagy. Erősen vajúdom, hogy egyrészt hallgatóinkat mennyire érinti ez komolyan, illetve az ezüstevű eszköz és az aranyevű eszköz, amit osztanak mondjuk a first class-on, és az ezzel való gépeltérítés valójában jogos Balázs, törvény. Balázs. Tőled azért szimpátiát megvan az ítélet. Együttérzést várnék, csak halkan jegyzem, hogy a félmeztelen taviselők gyakorolják nálad otthon közben az Isten hozott kisgazdám szonettet. Tehát, hogy... hát, gyerekek, én ezt nem... Kettő az. Én azt egyesre hajlok. Balázs. Nem tudom. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Majd kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Nem. Voltak ennél jobb csörbökések, amivel egy ország tudott azonosulni. Az arany evőeszközzel, a stewardess leszúrása a bizniszen, hallgatóink viszonylag kevés százaléka tud ezzel valójában azonosulni. Egyébként joggal teszem hozzá. Nem tudom, bármennyire is kiállok melletted ebben a rovatban, nem tudom. Jó, tudom. Oké, akkor csak annyit mondanék a böki a csőröm lezárásaként, hogy kösz Viki, jó? De, hogy... jó volt a téma. Jó volt a téma. Igen, Viki, ritkán egyeztetünk, de úgy látszik, hogy olyankor bejön. Hogy igen, tehát ezt Viki küldte el tegnap, hogy ez szerinte jó lesz, köszönöm. Tehát csak annyit mondanék, hogy így a jó. Viszont... Aha, viszont nagyon elegáns volt tőled, hogy most, hogy nem fogadtuk el, átdobtad a Vikinek. Figyelj, azon, a felelőssége. Azonnal mi az, aki besült? Viki. Azonnal egy nő mögé bújok. Figyeljetek, ott vagytok most távol, és azt hihetitek, hogy talán nincs is ma témám. Én picit azt gondoltam, hogy egy mindenféle aranyevő eszköz, ezüstevő eszköz, gépeltérítés, talán Tibi, nincs témád? De van! Fiúk, ti visszacseréltétek ezt a kis aláfestő zenét ugye az afrikairól a régi megszokott magyarra, ugye? Így van, visszatettük, mert hallgatóink követelték, hogy nem tudnak a Bushman dobokhoz hozzászokni. Néhányan kiugrottak a tizedikről, úgyhogy visszatettük a hagyományos régi kis... Mivel a témám picikét kapcsolódik a honvágyhoz, ezért én pedig egy picit még visszább tenném ezt az alázenét, és szeretnélek egy picikét titeket hazalopni. Beadjuk egy picit hangosan, utána majd lejjebb húzzuk. Figyeljetek, jön a varázslat. Érzitek a hangulatot? Már jön. Jó. Megvan a honvágy, kezdve jönni, hogy húzzuk lejjebb. Azonnal. Hát meg nem, jó, egy papi, abszolút. Sírva vigadtok? Hát már kezdünk. Nyúlunk az italos üveg után. Anna, ne legyél már ilyen gorosz, hagyjad már ezt a bécsi szeletet, most szegények mióta nem ettek már normálisat. Ne, de rohadt szemetes. Anna, nem hiszem el. Tibi ebben a pillanatban behozott hurkát, kolbászt, fehér kenyeret, rántott húst és sült krumplit. Hogy egy picit most azért, hogy rohadjál meg, ahogy vagy, mert hogy egy hete ugyanazt a Bushman kaját kajálom, és már nem bírok lemenni az étterembe, mert mindig ugyanaz van. Megjött Ákos is, te mit hoztál? Ott a rántott sajtod, Jani! Rántott sajtot? Rizibizivel, te szemét állatok! Lerúgom a monitort! Két hete vagyunk itt. Lefolytani. Egy kis házi túrós palacsintát. Nem tudom, most szemét állatok. Tele vagyok. Ez embertelen! Brüsszelhez fogunk fordulni. Két hete ugyanazt tesszük, mert nincs más vacsorára, és nincs más reggelire, csak ugyanaz, ami egyébként nem rossz, de két hét alatt már nagyon ilyenkor az emberjogi az aktivisták. Pörkölt! Jutúrós galuskába, de tele vagyok. Nem. Pusztulj el állva. Nem kérem, ne csináljátok már. Nem kívánom ezt sem, nem tudom, valahogy.
A lecsót be se hozzuk már, mert hova tesszük. Töltött paprika, még az is kimarad. Kimarad a töltött paprika. Ó, most mindegy, ne hozzuk be. Ó, egy jó töltött paprika, basszus. Hogy a műkarját tényleg odaadnám érte egyébként. Komolyan a másikat mondjam, is. Meg vagyok őrülve ezeket a kajákért. Nyakamba akasztom már ezért a csabai kolbászt. Szerint. Tibi a nyakába tette a kolbászt egyébként. Kolbász, jó fehér kenyér, egy kis kolbász. Igen. Nagyon érzed ezt. De nagyon mi? Érzed. Na, mi van, problémátok Tibi, nem áll. Ú, enyhén csípős, nem is rossz. Na. Ez, nem, ez a jó csabai házias. Konkrétan minden nap arról beszélünk, hogy ki mit enne, ki hol menne kajálni, mi hiányzik a legjobban, ki melyik étteremben menne, mit főzetne az anyukájával, mit főzetne a feleségével, hogy egy kicsit érezzük a hazai ízeket. Mit hoztál, mi az? Azt mondja, jó a tartálymártás, finom. Jó, rendesen jó. Szemét. Jó van, Tibi. A kairói járattal nem csak koksz megy, hanem egy kis antrax is majd nekem. De az a baj, behozta az Anna, annak közben... annak közben elkezdett falatozni, de mi műanyag evőeszközzel, nehogy kárt tegyünk egymásban, tehát hogy... Aha. Az ezüstöt szóval te azonnal... Azonnal cinkostárs vagy, mi Anna? Azonnal, mi? Be egy kis tréfáról van szólt vagy, mi? Ez nem tréfa. Három olcsó poénért, hogy árul el minket? Nézd azt a kaján vigyort az arcát. De legalább írtál valami kesergős szöveget, nem írtál erre a csodálatos zenére, ami által van. Az együtt látod, érzés. Mindjárt megfulladt. Hú, félre is nyertem a kolbást. Van esély, de veszem volt! Hát egyetek ti bogarasz! Na, egy picit a Honvágyról akartam. Ezeket? Mit tegnap elmentem egy étterembe, kivel, igen, megkértem anyámat, hogy virrasszon és hatféle főételt főzön le egy poén kedvéért, igen, nyilván. Egész éjjel főztem. Az Anna, igen, az Anna volt. Te aztán olyan vagy, persze, na, te főztél. Anna elkezdte lopni a sót. Na, egy picit... Anna, ragasszál már a nevemben egy ezres a Tibinek a homlokára. Csak jó? Pettel? 20 ezres van nálam. Akkor majd váltson. Jó, a téma kicsikét ebből indul ki. Hagyom, hogy nézegessétek fotón, egyébként kiküldtem nektek a kajákat, jó, tegyétek az ágyatok fölé, oké? Okay? Hogy ez vár benneteket itthon. Jó van, fekély legyen az, ami bánt. Az legyen a legjobb barátod. Jó, mélyen. Na, egy picit a Honvágyról akartam veletek beszélgetni, mert én is töltöttem hosszabb időt külföldön, ugye ez Kína volt, ahonnan be is jelentkezgettem, hogy mi az, ami legjobban hiányzik, tehát hogy picit nyilván a szeretteiteken túl, tehát nyilván a család meg a szerettek azok nagyon, de mik azok, amik itthonról nagyon, nagyon elkezdenek hamar hiányozni mindenkinek más. Rettetesen hiányzik az autóm. Olyan vagyok, mint egy lisztes zsák, akit így beültetnek, kiszednek, visznek, mint egy ilyen csomag, tudod, egy ilyen identitását vesztett, kasztrált eunuch, aki egy ilyen életképtelen fázisba lépít ki, és mindig utazunk, nem? Buszba be, buszba ki, autóba, autóba ki, te teljesen elveszted önmagadat, szíved szerint beülnél egy autóba és vezetnél. Tehát az nagyon tud hiányozni, főleg amikor ugye azért így elég sok kilométert kell megtenni. Nekem hiányzik a tenisz rettenetesen, tehát minden nap szervágatok a szobámban labda nélkül, és a teniszpartner, igen, az ütőm még mindig ott van, mint egy szentélyen a szobámban, senki nem nyúlhat hozzá, az hiányzik még nagyon. Tök érdekes, hogy nagyon jó itt az ágyunk, de nekem például a saját ágy is hiányzik. Nagyon, nagyon kényelmes egyébként, ami itt van, de valamiért az, ugye, hogy ledőlsz este, hogy azt mondhat, hogy áh, csak jobb lenne a sajátban. Nézd meg Jani, hogy lapít, tehát hogy mert ő neki az otthonosságot, ami adja, az a világon mindenütt elérhető, tehát hogy... Hálózsák van, zokrinak teregetés van. Szélessávú internet van. Figy a kajákkal nagyon betaláltál. Ja, közben... Te személy! Húzzák ki onnan, Anna, mert nem lesz ennek jó vége, majd meglátod. Ez barack lekvár, de finom. Egyéb tibikém közben. Hallgattunk ám benne. Tele vagyok, köszönöm. A legjobban a kajáktól a Jani szenved, mert hát azért itt vega kajából nincs sok. Tehát a Jani három lassan két hete vagy három, hogy te köreteken él. Hát. Tehát te főzött sárgarépát, brokkolit, és nem tudom mit eszel. Na folyamatosan. Most mondom nektek, hogy én ma délután át fogok ide menni a Wimpibe, az egy ilyen gyors étterem itt Dél-Afrikában. Ugyanis ott egy jó héttel ezelőtt a Balival beültünk, és ettünk egy ilyen vegafasírtos sajtburgert, sima krumplival, és volt utána egy olyan csokoládétorta, amilyet én még itt az elmúlt egy hétben nem ettem. Tehát egyrészt a vegakaják rettenetesen hiányoznak, nem tudnak ilyesmit főzni, illetve a desszertek édességek, a megszokott kis tortáim, süteményeim, a megszokott helyem, ahova beülök is. Azért senki ne gondolja, hogy a napi cukorbevitele leesett a másfél kiló alá, szóval azért itt egy kis másfél, négy gombóc vaníliafagyival, ott egy kis vaníliasodó, hat gombóc, nem tudom, grízes gombóccal,
némi kis madárt, egy némi kis fagylalt, tehát azért én ott vagyok, a kis este egy kis kekszecske, adás után kekszecske, tehát azért... Közben kekszecske. Meg nagyon jó, kekszecske. Meg egy kis kekszecske, csúran nekem is, mert azért ott vagyok, mikor is sündörök az édesség körül, néha én is rámegyek, de azért tartott, tehát a kicsit a cukorbevitelet leesett most egy kiló alá, de meg vagy azért. Meg vagyok, meg már, most már eléggé unom a zuhanyzó kereten való húzockodás, úgyhogy azért szeretnék már terembe is menni, meg kisziklára, ha esetleg lehet. Igen. Vannak dolgok, amik így elkezdenek hiányozni, fura, és még van egy hónap, elkezd hiányozni maga az ország is, elkezd hiányozni, elkezdenek hiányozni azok a dolgok, amiket szerettél, egy kedvenc kajálda, a budapesti levegő, a forgalom, tehát egy idő után nem gondolja senki, de maga az ország az elkezd hiányozni. Balázs, nem gondolod? Legyen nyugodt, a budapesti forgalom, megmondom őszintén, hogy nagyon vár téged. Tehát, hogy én kétszer voltam kint benne tegnap, és mindenki mondta, hogy a budapesti forgalom úgy vár téged, hogy figyelj, hogy ahogy hazajössz, rögtön bele is mehetsz. De tényleg ilyen apró dolgok, hogy átvezethessek autóval a Lágymási hídon. Amikor ott vagy, nem gondolod, hogy ez neked valaha fog hiányozni. És két hét után egyébként, ha most simán, nem? Ha hát, most feldoznák, hogy vezethetsz, indulnál azonnal? Én most szívesen mennék ott, csak hogy hadd vezessek már egy kicsit. Én úgy szenvedek, hogy két hete nem tudok vezetni, nekem a vezetés nagyon. Az egyik legfontosabb dolog az életem. Nem nagy dolgokra kell egy dolgon gondolni, Tibi, tényleg egészen apró dolgokra, mit tudom én, egy melbimbó. Ennyire hiányzik, akkor itt van, Jani, gyere. Szóza, nézd, megkapom! Gyere, kapaszkodj fel rá. Hogyha esetleg körbe dolgoznád egy borotvával. Balázs, gyere, ezt megosztom ahhoz vele. Még kell két hét. Igen? Ez a melmaszírozás, ez most ment ki livestreamen? Ez ki? Mert nem masszíroztad, mert csak mondtam, hogy ha bimbó hiányzik, még ezért nem ennyi haza, még egy hónapig kapaszkodj. De ezek szerint Balinak is hiányzik valami az életéből, mert nagyon gyorsan jött az ajánlat. Igen. De hogy kinek hogy néz ki a szobája? Ki hogyan tette otthonossá? Mi az a pici kis nüansz, aminek ott kell lennie? Tehát nekem például, ha bárhol elmegyek külföldre, akkor nekem a film az, ami, tehát hogy beteszek egy filmet, hogy megszólalott a kis szobában, valami otthoni film, vagy valami kis zene, az, ami az elsődleges. Nektek mi az, amitől egy picit jön otthonosabb lett a lakás? Hogyan rendeztétek át, vagy a kis szobátokat? Hát Janinak a kiteregetett zokni. Én azt gondolom, hogy Jani ezzel lőrincen érzi magát. Ennyi. Kiraktam egy Kassa TV posztert. Szemét. Gyerekek, bármilyen fura, de nem voltunk még egymás szobáiban. Tehát én nem tudom, mi van a Feli szobájában. Én gondolom, hogy a ventilátorról lóg a szerámosonka. A kolbász, meg a sonka, így van. Nagyjából hittem elképzelni. Jani volt nálam, de még én sem voltam nálad. Leginkább egyébként azért nem akarok lógozoknival álmodni, és nem akarom látni, hogy te valójában tényleg a lámpára teregeted az oknidat. Én ezt elképzelem gondolatban, nem akarok ezzel azonosulni, te voltál nálam. Nem, de ugye? Voltál nálam egyszer ruhát próbálni, csak utána kellett kérnem egy szívlapátot, hogy kiordjam a sarat. Kicsit Jani szobáját összesaraztam, igen. Ahova megyek, sarazom, mert állandóan saras a cipőm. Mondom, nálam az egészet úgy kell elképzelni, olyan, mint egy szentély. Tehát, hogy minden... Az. Igen, az egy szentély a tatárjárás nem után. Ugye, pont ezt akarom mondani, hogy kupi van, tehát én ezen átlátok, kupi van, és a kis teniszütőm ott van, neki döntve egy hotelban a kis hotel támlájának is ott van. Azt láthatod. Az ott van. Ez igaz. Ez igaz. És alatta van kis, hogy hívek, ételáldozat, hogy szanaszélszor a chips, banán, narancs, kekszek. Jó, hát áldozni kell hát a teniszütőnek. Ha, igen, ott ha a teniszütő éhes, akkor hadd fogyasszon kedvére. Hát ez abszolút, hát muszáj. Mit tanácsolnátok azoknak, akik mondjuk most kint van a külföldön, hogy nem találják a helyüket, vagy kizugukat nem tudják, vagy jól berendezni, vagy aki most indul, hogy mi az, amitől egy picikét otthonosabban fogja érezni magát. Mindenki egy tippet mondjon, és akkor abból összeáll legyen egész, hogy neki mi a... Tehát akkor Balázsnak a teniszütő. És kép a szeretekről. Kép a szeretekről. Segít, azt kirakod, és akkor az úgy jó. Aha, szerintem csinálják azt, hogy töltsenek le az internetről egy képet a parlamentről, szórjanak ki egy csík kalocsai paprikát, és szívják fel egy ezresre. Forinttal. Igen. Feri, tényleg nálad mi van? Mi van? Semmi. Kupi van? Rend van? Mi kupi. Van az? Kupi van? Kupi, hát. Én kupis vagyok. Hol tartod a lángolt kolbászokat? A ventilátorod? Azt mondtam, föl van. Sőt, úgy van, mert azért jó, ha forog a ventilátor, csak felfelé fordítod a kolbászt, és szeleted. Kinyitott szájjal alá. Na majd bemegyünk egymás szobájába. Egyébként is ígértem az Instagramunkra Jani szárjadó zokniairól képet, úgyhogy ezt most már tényleg bepótolom és felteszem. Hát, hogyha azon olyan érdekes dolgok lesznek, föl is iratkozok rá, menten. Nem vagy még, nem követsz még Instagramon minket? Én megvártam ezt a zokni dolgot. Kellett figyelj. Valami nagy hívószó. Figyelj, nagyon durva, 7800-an vagyunk.
Nagyon szeretem a kis Instagram barátaimat egyébként. Én szerkeztem az Instagramot, havonta egyszer kerül egy kép. Nem, tényleg. Most az utóbbi egy-két hétben egészen sok kép került föl. Jani zoknis lámpás ventilátoros megoldása lesz a következő. Így van, és utána, ha még Feri nem megy vissza, akkor csütörtökön még mindenképpen készít majd egy képet az ő fürdőszobájáról is, mert tegnap kiment Feri és vert néhány vályogtéglát, és beépítette a fürdőszobában az zuhanyzott füstölőn. Igen. És a fél disznók lógnak az zuhanyzóba. Azt akarom, hogy legyen most köztünk egy alkú. Én eldöntöttem, életemben nem küldtem még csomagot soha senkinek. És most eldöntöttem, hogy nektek összerakok egy pakkot, mindenkinek lehet benne három dolog, amit kér. Én el fogok menni, tehát most nem alibi, amit kértek, bármi, én elmegyek, és az benne lesz, és egyszer jön csomag, rá lesz írva, hogy Kassa Tibi küldte, csomag jött, és akkor bontjátok ki szépen, és akkor utána lesz egy fotó, megérkeznek benne a kis holmik, mindenki három dolgot kérhet. És én elmegyek, én nem kérek semmit. Mi van, ha kettőt mondunk, és egy meglepi? Legyen már meglepi, mert csomagot jó kapni, ha van benne meglepetés. Okay. Lediktálom, hogy mit kérek, és azt megkapom, az is jó. Egyébként tényleg, miért nem küld anyám csomagot? Ez jó. Figyelj, ez olyan, mint amikor diák voltál, és vártad a csomagot a táborba, hogy csomagot kaptál, bemondták a nevedet, hogy csomag jött. Aztán nem volt benne semmi, csak egy levél, de örültél neki, hogy csomagod jött. Kettő dolog plusz egy meglepetés. Kettő dolog plusz egy meglepetés. Én annyit kérek cserébe, szinte semmi, hogy annyi, hogy minden nap egy képes lap, hogy vagytok. Jó. Figyelj, nekem meg is van, én a kézisújzóimat szeretném, ha elhoznád. És az a szemét, Láda. Te szemét. És az autómat. Ja. Addig gondolkozzatok. Jó, ez a kettő. Oké, a Balázsnak a kézisújzója meg az autó. De nem áll Balázs, tehát olyat kérjem, amit elküldök. Én tényleg megcsinálom ezt most. Tehát ma holnap én elmegyek, összerakok nektek egy pakkot, kérhetek valamit, és akkor ez Tibi Mikulás kettő dolog, meg egy meglepetés. Jó? Na. Jó, olyat is kérhetek, hogy szedd le nekem interneten és CD-re írt ki? Igen, ilyet bármit. Is kérhetek? Igen, bármit kérhetsz. Jó. Akkor van most két film a moziban, amit nem láttam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, hogy nem láttam. Kérhetem ezt CD-n? Igen, bemegyek, lekamerázom, és miután kiengedtek a sitről, majd elküldöm neked. Igen, igen. Szedesd le Lacival. Jó, akkor addig gondolkozom. Jó? Jó, akkor lehet a két film. Hát a Ferinek már ne küld semmit. Igen, ezt akartam mondani, hogy igazán nagy vonalú vagy. Van. Mi kérünk csomagot, mi még itt vagyunk több mint egy hónapig. A Feri szombat délután már a Vámon. Az nem fog ideérni. Várjál, már a Vámon szívom. Hogyha elsőbségivel tudnál neki küldeni néhány, mondjuk egy a 40-50 darab üres kinder tojás. Az nagy segítség lenne. Le tudja nyelni a kapszulát. Már szombaton érkezik egy árat Kairóból. Mit kérek? Hozzáteszem, hogy a Feri ugyanúgy kérhet, csak annyi, hogy majd neki, ő már nem lesz ott, és neki meg hazahozzátok. Hát a barátság azt gondolom, hogy ezt kibírja. Na, mi legyen, fiúk? Várjam. Készül a csomag. Kérsz, figyelj, nekem, de akartam őket, küldjél már nekem egy pár munkavédelmi füldugót, a sárgát a gyógyszertárba lehet kapni, nem drága. Aztán küld el nekem kazettán, de kazettán, mert véletlenül a Walkmanomat hoztam el, az ezer hold és némi csillag című sláger. Némi! Ezer hold és némi csillag. Mert kéne nekem reggeli ébresztő zenén. Figyelj, Tibi, nem, most ezt komolyan mondom, nem tudod megoldani. De most várj, nem tudod megoldani, hogy megkapod, tök komolyan kérdezzenek, hogy nem tudod-e kiküldeni a kocsimat. De ez most tök komolyan. Ilyen terepen megyünk, dzsungelbe megyünk, az az autó, az ott a legjobb, én otthon állandóan betonon járok vele, így tudnám kihasználni, nem tudod, nem hozott ki? Jó, hogy legyen akkor egy ilyen, hogy elindulok a kocsiddal. És valamikor november végén megérkezem. Megérkezem, mondjuk annyi kilométer, tehát hogy olyan utakon fogok addig bemenni, annyi kilométer, hogy azt az életben el nem adott többet, de hogy ott kint még az utolsó lehelletét kilehelli ott alattad. Akkor elinduljak vele? Holnap? Én örülnék neki. Figyelj, a legnagyobb ajándék lenne, aztán Bali itt a kocsit. Figyelj, besírnék a gyönyörűségtől. Komolyan nem lennék egy zsákliszt, akit így hoznak, visznek állandóan. Ez lenne a Budapest Nelscreet rally. Igen. Elindulnék egy ilyen reality-szerűen, és akkor először az, hogy próbálna meg elhozni, úgyhogy gondolom, hogy a Benny tudja leghamarabb odaadni a kulcsot, vagy nem tudom. Apá! Vagy küld alkatrészként, minden nap kiküldesz egy valamit, te küldöd, én itt összerakom. És meg vagyunk. Fiúk, ezt a romantikus csomag... Várjál. Mi élünk ezzel a lehetőséggel, csak hadd teljen el egy-két hét, amikor még úgy nagyon szükségünk van valamire, és akkor szabadon fogunk, jó? Tehát ezt a csomagküldést te nem úszod meg. Én szeretném. Átgondoljuk.
És jövő hétre akkor kérünk valamit, jó? Jó, én szeretném, közben úgy érzem, hogy Anna beletolakodott a megszólalásomba, valamit akar. Lenyeltem az ételt, most már itt vagy, nagyon finom a palacsinta. Ő el fog szegényedni a Tibi. Mert hogy csak megnéztem nektek a Dél-Afrikai Köztársaságban a csomagküldést. Tehát szerintem ezt máshogy fogjuk megoldani, mert Tibi hazajön és csövezni fog már az aluljáróba. Mi az, hogy egy csomag... Nézd meg a grammokat, hogy... 80 000 forint. Adjátok az a gyártásnak. Küldjétek a Norbival. Itt van egy ilyen korrekt csomag, 80 000 forint. Tudod, mennyibe kellene kiküldeni az autódnak? Egy Spicert nem küldök ki neked. A füldugó az rendben van, mert könnyű. Jó, de az én füldugom csak 200 forint, érted? Az egy csomó csomagolás. Tudom. 200 forint, az 25 000 a csomagolásra. Arcoskodtál, egy hét múlva jövünk a listával. Jó? De tényleg? Most picit ezt most benyaltad. Jó, én viszont minden nap szeretném tudni, hogy jól vagytok, és kezdjetek el képeslapokat küldeni nekem, mert én meg nem kaptam képeslapot senkitől, jó? Jó, küldjük neked. Félve kérdezem. Hát a... Na! Nem kell semmit kérdezed, olyan jogos a taps. És olyan jogos de a siker. De nem tudom az életemet, hogyha hagyjál meg. Ezer hold és rántott, némi csillag. Rántott sajtomat falatozom. Morning Show! Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel. Pataki Attila, ez engem lázban tart ez a dolog, elmondta, hogy találkozott egy celebbel, ezt nem tudom, olvastad-e, Jani, és kiderült, illetve pontosabban szent meggyőződése, hogy az a celeb, akivel ő találkozott, ez egy földön kívüli. És ő nem akarja megnevezni az illetőt, de érezte a kisugárzásán, hogy ő egy földön kívüli. És azt próbáltuk kitalálni Ferivel, hogy vajon kire gondolhatott. Mert Attila nem mondta el. És nem akarja elmondani, de azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt találkozott egy erős kisugárzású valakivel, aki földön kívül. Aki celebritás. Celebb, aki egy ismert ember. Híresség. Aha. Igen. Na most azt kilőttük, hogy mi ketten nem vagyunk azok, mert mi nem találkoztunk 2 évvel ezelőtt a Patakival. Uh-huh. Te találkoztál-e a Pataki Attilával 2 évvel ezelőtt? Nem, biztos, hogy összeverekedtünk volna. Annyit cinkeltük már. Nem hiszem egyébként. Tehát, hogy... Tehát te se. Nem, én nem lettem, meg én nagyon hasonlítok az Attilára, így fizimiskára. Talán egy picit alacsonyabb vagyok, sőt nem talán, hanem biztos. De egyébként ugyanaz a golyófej, gyakorlatilag hasonló fizimiskájúak vagyunk. És ugyanolyan jól énekeltek. Nem. Szó. Ő talán ebben jobb egy kicsit. Nagyon sok tipp érkezett, meg mi is nagyon sokat gondolkodtunk. Én Smukkandorra szavazok. Smukkandor? Igen, sőt, abban az van, hogy ő benne kettő is elfér. Igen, tegnap ugye beszélgettünk róla, hogy szerintünk ki lehet. És valahogy megint Andorhoz jutottunk el. Aha. Hogy ő gyanús. Többen viselkednek gyanúsan, azért ezt mondjuk meg. És a fejében vagy a testében van az irányító központ. Hát ezt nem tudjuk igazából. Hogy mi van, ha egyrészt egy van benne, mi van, ha kettő van benne? Mi van, ha egy egész város van? Mi van, ha a földön kívüliek nagyon picik, és egyébként tényleg egy egész kolónia ebben? És irányítják a fejét, irányítják a mozdulatait, irányítják a testét. És hogy hívják egyébként a naprendszert, amiben az ő bolygója mozog? A nyugger? Mert hogy ő mindig a nyugdíjasok körül forog, hogyha meg egy észrevetétel. Igen, ő nagyon a nyugger naprendszer. Nagyon szereti a nyugdíjasokat. De hogy átvettünk mi is egy-két szerepet, és arra gondoltunk, hogy Smukkandor lett. Nem lehet más. Gyerekek, teljesen egyértelmű, külső jegyek alapján, fizikum alapján, megszólalások alapján, ez csak is kizárólag, ez Smukkandor lett. Geronazzo Mária? Geronazzo Máriára nem is gondoltunk egyébként. Nem rossz. Nem is gondoltunk. Igen. Na. Karda Beáta? Á, Beus nem, szerintem. Hát, ő inkább egy kibernetikus organizmus. Egy élő szövet a belső fémvázon. Egy mimetikus polialoid. Igen, egy béta verzió. Igen, őt futtatják valahol, igen, és folyamatosan számokat lát a szem előtt. Na, de hogy arra gondoltunk, hogy megkérdezzük Smukkandort erről. Nagyon kedveljük, ő is kedvel minket, de leplezze le magát. Hát vagy kedvelt. Vagy kedvelt, igen. Leplezze le magát, haz. Jó? Tehát mondja el, hogy gyerekek, tényleg az vagyok, és jöjjön elő a farbával, mert Pataki Attila mondatai engem nem hagynak nyugodni. Gyerekek, köztünk vannak. Attila szent meggyőződése, hogy valaki az? Mi van, ha most segítünk neki, és ezért elkapjuk? Legalább egyet kipipálhatunk. Szerintem tök jó. Nem? Tök jó. Így van. És az is nagy kérdés, hogy hol van az igazi Smukkandor a Smukkandor bőrből. Tehát, hát hova tették? Hogy voltam valaha egyáltalán. Tehát lehet, hogy Smukkandor valódi én egy felpeckelt szájjal egy űrhajóban van valahol, nem tudom, a Kaszpi-tenger mélyén,
és közben már itt egy hamis mukkandor mozog? Uh-huh. Simán lett egyébként. És nagyon fura műszerek járnak ki be a testébe. Mi az a kérdés, amivel ki tudjuk deríteni, hogy ő akkor most UFO, nauta, ugye, hogy pontosak az, hogy te legyen. Vagy pont ez, pont ez kérdőjelű. Te vagy az Andor? UFO, nauta, vagy a smukkandor maga? Te vagy az Andor, vagy UFO? Mennünk kell, jön a reklám, UFO vagy nem vagy az. UFO vagy Andor, vagy nem vagy az. Na mindjárt megkérdezzük. Smukkandor itt van velünk, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggel! Hello! Vagy az én bolygómon mondják Sazbat. Adjátok vissza Andort! Adjátok vissza! Bárkik is vagytok! Gyere ki belőle! De Andor, ha ott vagy... Vagy én inkább nem UFO lennék, hanem pufók, de igazából UFO is tudok lenni. Ezen nem múlik. Olvastad a Patakinak ezt a kis írományát, illetve interjúját, hogy ő azt mondta, hogy... Én találkoztam Pataki Attilával, be kell vallanom, és hát, hogyha rám gondolt, akkor eltalálta. Hányan vagytok, vagy hányan vannak benned? Meg arra is gondoltunk, hogy amikor én a földre jöttem, akkor anorexiás voltam, de kigyógyultam belőle. És igazából azóta folyamatosan dolgozom ezen az ügyön. Nagyon érdekes látni ezt a világot. Az én bolygómon nincsenek emberek, csak gyümölcsök és virágok, és ezek háborúznak egymással. Ez a földön nem fordulhat elő. De jó, viszont annyira gusztusos kis gazdatestet találtál magadnak, hogy le a kalappa. Figyelj, nem volt egyszerű. Először megpróbáltam belebújni a Paudics Bélába, az nem sikerült. Így maradt. És akkor mondtad, hogy ott van Andor, akkor belebújok. Jó, hol van az igazi Andor? Tehát egy űrhajón felpeckelt szájjal mélyaltatásban tartjátok, lent a Kaszpi-tenger mélyén, valahol a Tanganyika tó környékén. Hol keressük? Nem. Dél-Afrikában. Valahol itt a környéken? Igen, egy tábor aljába ástuk, tehát. És mik a célok? Tehát az emberiség felett a hatalom átvétele, a velünk való barátság megkötése, a vegyülés... Mi egyelőre... a terved a nyugdíjasokkal? Ezt mondd meg! Idegen létforma! Mit akarsz? Nézzétek, hát egyrészt föl kell fedeznem, ugye az egyik legfontosabb küldetés, hogy kik vannak még, akik máshonnan jöttek. Ugye Pataki Attila olyan szempontból leleplezett minket, hogy azt mondta, hogy hosszasan és tagoltan beszélnek az UFO-k. Nekem rögtön lett is egy tippem, ugye nem kell mondanom, illetve lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gázáremelés. Aztán ugye azt mondta, hogy alakváltók is vannak, és hát ugye van olyan, aki már leleplezte magát, mert azt mondta, hogy nem kicsit, hanem nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel föl kell venni a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk, de még nem elegen. Ez megőrült. Az igazi Andorban adjátok vissza, jó? Mi egyébként békés szándékkal fogadunk benneteket, abszolút. Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy meg kell bennünket támadni, ne bántsatok. Ne egyél meg mindent a földön. és látod, hogy milyen lett a gazdatest, ne egyél össze-vissza. Tehát nálunk itt a földön vannak azért fizikai törvények, karban kell tartani a testet, ha mindent megeszel, te idegen lény, akkor látod, hogy mi lesz a gazdateste. Tehát tessék odafigyelni. Jó? Mindenféleképpen ezért is a bolygóról, ahonnan jöttem, osztam magamban a Norbit is. Igen. Lehet, hogy ő a másik egyébként. A Sober család. Szintén. Igen, egyébként, de lehet. Gyanúsak ők is. Vigyázz magadra, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatokra, köszönjük, hogy meggyógyultatok. Ciao. Ciao, hello. Nanu. A gyerekek. Őt nagyon bírom. Mész egy sötét országúton, egyszer csak megjelenik. Összetolnád magad? Hát össze. Hát attól függ, hogy néz ki. Ha úgy, mint smukkandor, akkor nem. Egy kicsi gülűszemű lény megállítja az autódat, és egy ilyen fénynyalábat... Pajzsmirigyes? Igen, egy erősen pajzsmirigyes lény megállítja az autódat, és egy ilyen fénynyalábon keresztül mondjuk téged felemelnek. Hát szerintem összetoljod magad, nem? Hát ha felemel a fénynyalába, akkor igen. De egészen addig akkor nem. Akkor ne legyen gülűszem, akkor is összefosom magad. Micsán, elővennéd a telefonodat reflexzerűen, és elkezdenéd fotózni? Az Instagramra föltesek, várjál, fölte maradjál. Ha szelfizek egyre, fölrakom az Instagramra. Elővenném a Pajzs 2000-et, meg a Victorinox-ot. Fölte mondjuk te a gázprédet vennéd elő, és lefújnád. Hogy azért ezzel nem szoktatok így eljátszani, ezzel a gondolatot? Nyilván nem az, hogy konkrétan találkozol, de hogy mondjuk valahol repülőn, amikor ülsz, akkor oda belebeg melléd egy ilyen kis csésza. Hát mekkora bizonyíték lenne? Akkor azért hinnétek bennem? Nem? Téged bezárnának, ha ezzel a sztorival jönnél. Valószínűleg egyébként elő se jönnék vele.
Tehát ha megtörténne az elrablásom, nem merném elmondani. Mert azt, nem, ti is azt hinnétek, hogy megőrültem, igen, nem? De bejönnék egy reggel és elmondanám, hogy gyerekek elraboltak, mi lenne velem? A Pataki sorsára jutnék? Valószínű, hát, ugye? Te lehet, hogy egy picit bölcsebb lennél, és nem beszélnél róla. Hogy de mit, ilyet magadba tudsz tartani? Vagy mit tudom, két óránként pókokat szülsz a WC-n. Azt így is. Ja. Akkor már megvolt az elrablás. Szörnyű dolgokat eszem itt össze-vissza, úgyhogy nagyon, nagyon szörnyű dolgok jönnek. Azt az ember el sem mesélheti. Nem, magad, hát nem mondod el. Senki nem vesz komolyan. Én örülnék neki. Ha? Ha pókokat szülnél. Nem. Ha hülyet csinálnék magamból is elmondanám. Persze, hogy örülnél neki. Mindenki rajta rögni. Imádná. Nem. Én azért örülnék neki, mert ez lenne maga a bizonyíték. De nem hinnéd el. Hogyhogy nem hinném el. Hogy nem gyerekek, most valaki mesél egy ilyet, nem hiszed el. Én reggel bejövök és elmondom, hogy a Szerémi úton erre volt egy UFO, de szerintem te fölhívnád anyámat, hogy végkimerültségben szenvedek, és ugyane, nem, és győzködnélek, hogy Jani, értsd meg, elhinnéd? Mert én rohadtul nem hinném el nektek. És azt mondanám, hogy gyerekek, könyörgöm, higgyétek, hogy tényleg erre volt egy UFO. Hallod ezt a mondatot? A Szerémi út és a Karolina út kereszteződésénél erre volt egy UFO. Érted ezt a mondatot? Az befele az Egér úton átrepült. Már maga a mondat olyan, amit nem tudsz úgy elmondani, hogy valaki elhiggye. Hm. És mutogatnál a fényképeit, érted? Tessék, itt van, de lefotóztam. És ilyen fénynyalábok lennének. Jó, persze, nyilván hagyjad már ízés. Valójában nem is ember, nem is humanoid a fia, Juli néni. Egy homár. Nem úgy. Valójában de, egy rohadt nagy rák. De tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a saját agyi korlátaid miatt mondanád rám, hogy én hülye vagyok, mert te ebben nem hiszel. Na kicsit... megint ki a Primko én. Hát annyira jó, hogy mindig erre futunk ki. Valahogy mindig én vagyok a pronyó. De most tényleg nézzük, mit csinálunk. Na. Hát a Patakiról is azt gondoljuk, hogy valami történt vele. Közben csak olyat mond, ami nem megszokott, vagyis eltér a normálistól. Közben csak szorványosan utal az Artisius, és ebbe örült be. Közben egyébként csak valami olyat mond, ami eltér a normálistól, és a mi határainkat meghaladva mond valami olyat, ami fizikai valóságban mondjuk pont nem fér miért a Pataki? Azt nem tudom, hogy miért a Pataki. Már kicsit irigy vagyok. Tessék, a Feri bejönne, és elmondaná, igen? Hogy gyerekek, a Békés Csabai kolbász fesztiválon. Ott nincs UFO. Oda nem mernek jönni, nem bírják a pálinkát. Hajnali háromkor az árok szélén megjelent egy fénynyalába. Na, hát ez jó. Be akart cippantani, de megijedtem és elszaladtam. Az élete végéig hallgatná ezt tőlünk úgy, hogy egyébként lehet, hogy igazat mond. Az árpa táblába üldöztek 3,5 kilométeren keresztül, de nem értek utána, mert levágtam kígyós felé. Ismerek minden tegletet. Igen, minden göröngyöt ismerek. Tehát gyerekek, bárki, jó, hát, aki találkozik földönkívüljével, ölök életedre, kirekesztettség a jutalmad. Ha hülyének néznek, megpecsételnek. És neked mi lenne az a bizonyíték, amire azt mondanád, hogy a Jani vagy én elmeséljük a sztorinkat, és valamit adunk. Tehát az mi? Mi az, amire azt mondod? Hogyha nem gondolnálak benneteket azonnal hülyének, tehát elhinném mondjuk? Igen. Mitől hinnéd el? Mi az a bizonyíték, ami miatt elhinnéd? Na. Én hinnék nektek. Hát, eleve, nyilván. Tényleg hinnél? Tessék? Tényleg hinnél? Hát, ha bejön és azt mondnád, hogy éjszaka ott állt egy gülüsszemű az ágyadnál? Na, tessék. Ezt elhinnéd? Nem hinnéd el, nyilván. Valószínű, hogy nem. Valószínű, hogy szerintem álmodtad. Jó, hogy... és mitől hinnéd el? Mi a bizonyíték a számodra? Hát a leírás, ahogy mondanád. Mi egy ilyen műtét heg a tarkomon, ami mögött ott van egy, mit tudom én, egy ilyen csíp vagy ilyesmi? Vagy egy kapszula? Nem, ha mondjuk megváltoznál és jó cuccokba járnál. És azt mondanád, hogy valamit átrakott bennem, átállított bennem valamit, és elkezdeni nagyon durván öltözködni, és azt hiszem, ja, na most látod, hiszek neked. Mert ilyet magadtól sose csinálnál. Ez a Jani, nem az a Jani. Adjátok vissza a Janit. Nem tudom, hogy mit vagy, de akkor nem mered elmondani? Nem mondhatnád el senkinek? Nem, szerintem nem. De a félvilág, nem a félvilág, a világ 95%-a néz hülyének, az 5%, aki hisz ebben a sztoriban, és az UFO-k kutatásával foglalkozik, az meg azt mondja, hogy ó, végre, megint van közülünk valaki. Volt már olyan sztoritok, amit nem hittek el? Tehát, hogy így elmesélted nekik, és azt mondták, hogy na jó, van, szórakozzá az a valaki. Hogy szerény vagyok. Olyan viszonyban áll veled? Azt sose hiszik el. Jó, nem. De nem is adod a jelét. Ne, hát én szoktam néha. Nem, ilyen földön kívül is, vagy hasonló, az nyilván. De bár, tehát, hogy oda ment, és azt mondta, hogy gyerekek, nem fogjátok elhinni, hogy mi történt vele. És tényleg? És előadtad, és marhára nem hittek, hogy persze, jó, aha, igen, ja, na jó, jobbra el, amíg még finom vagyok. Nem volt ilyen? Nem. De én valószínűleg akkor is elmesélném, én kiállnék a nagy nyilvánosság elé. Bár nem.
Azért, amikor ott ülsz a Hajdú Péternél a frizbibe, és mesélsz arról, hogy gülüszemű állt az ágyadnál, azért ott a vége ennek, nem? Szóval, hogy így igen, őszintén. Jó, de az már végső elkeseredés. Olyan menni abban a műsorban? Bemenni. Hadd mondjam el, hadd mondjam igen. el. Na jó, mindegy, szerintem érdekes, önmagában nyilván humorizálunk, de maga az, hogyha egyszer találkozol, ki tudsz-e állni a nyilvánosság elé, vagy életed végéig hülyének néznek, azért ez egy nagy dilemma, nagy nem? Bélyeg lenne. Tessék? Nagy bélyeg lenne rajtad. Na de miért? Mert az emberi agynak megvannak a korlátai, vagy a mi gondolkodásunknak, és valaki valami olyat mond, amiben mi nem hiszünk, egyből megpecsételjük, hogy hülye. Igen, mert tehát önmagában agyad... azért ez egy buta gondolkodás, ha belegondolsz. Én nem hiszem el, én hitetlen vagyok, de téged nézlek hülyének. Tehát én úgy reagálok rá, hogy lehülyézlek. Milyen primitív gondolkodás az első nem sorok. Hülyéznénk le, hát így aranyosan néznénk rá, hogy jó van, semmi gond. Mert hogy én ragaszkodom a saját valóságomhoz, és mi a legegyszerűbb? Azt mondani, hogy te nem vagy normális, nem? Na ide hozz egy bizonyítékot, és akkor azt mondjuk, hogy normális vagy, és láttál UFO-t. Csak ilyen nincs, senki kezében. Van egy csomó az interneten, hát most annak nyilván a fele hamisítás. Olyan, mint a Nostradamus jóslata Magyarországról. Ez is igaz, a Nostradamus van. A Petőfivel, öcsém, hallod, ez a csávó nagyon karaj volt. Na, figyelj, mindegy. És milyen lett egyébként az Edda tagoknak? Attila jön, mindig hetente, két hetente előne jön egy ilyen sztorival. Én erre egy szót tudnék mondani, nehéz. Uh-huh. Nagyon igaz? Nehéz. Hát most gondolod, de te jönnél itt hetente, én szerintem azt mondanám, hogy ne csináljunk több műsort együtt. Te bejönnéd és elmondanád, na most hogy... gondold el. Gyerekek, ott vagytok, ott vagytok egy koncerten, belőtted a hatalmas tobboló tömeg, imádnak, és akkor belekezd például az egyik dalszövegbe, és azt énekli, hogy nálad nem volt jobb se rosszabb, de érte jött egy nap a fény, és ilyenkor hátra néz. Értitek, srácok. Sokat mondóan az alapira, és kacsint egyet. Azért ott könnyű mellé nyúlni, nem? Szóloznék, de egyébként lesütném a szemem. Igen. Na de érted, hogy az emberi gondolkodás közben milyen korlátol? Tehát mondd valamit, amiben nem hiszek, és azt gondolom, hogy hülye. Most legyen szó UFO-król, bármi másról. Mit csinálok, megbélyegzem. Tehát, hogy egyébként milyen rosszul gondolkodunk. Érted? És azt feltételezzük, hogy nyilván meglőlt. Én irigylem. Nyilván megőrült, mert a mi komfortzónánkon kívül állít valamit, ami a mi világnézetünkben, meggyőződésünkben, hitvallásunkban nem fér be. Nem. Mit csinálunk? Megbélyegezünk. Ugyanaz, mint a boszorkányüldözés, a mágiahalál, bármi, amikor a nálunk máshogy gondolkodót, vagy okosabbat, egyszerűen a mi primitív gondolatunk alapján mondjuk mágiahalálra tűzünk, csak már nem a középkorban vagyunk, most kiközösítjük és lehülyézzük. Régen ezeket az embereket elégették, akik azt mondták, hogy a föld forog, meg kerek, meg nem tudom, megkínozták, ugye, mert nem azt mondták, ami az elvárás volt. Most mi van? Azt mondod, hogy bolond. Nem, én tényleg csak irigylem, mert hogy őt az olyan földhöz ragadt dolgok, mint amik engem érdekelnek, meg engem foglalkoztatnak, például az, hogy mikor fognak csatornázni az utcákba. Érted? Őt nem érdekli. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show.